6 óra 8 perc, jó reggel. Szevasztok, drága hallgatók. Remélem, ez nem tudom, hogy időjárás függő, mindegy is. A tegnapi megszólalásom is nagyjából így kezdődött. Rendben van. Szóval jó reggelt még egyszer, esős reggel, majd mindjárt a részleteket megbeszéljük Anett papírja alapján. Jó reggelt, Laci, szia. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Gyuri, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Szia, Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Ó, leopárd mintásban vagy, mint Bekeméknek a hálószobája. Igen, igen, és nem jutott eszembe tegnap, és ma reggel, amikor megláttam a szekrénybe, ó, mondom, ezt tegnap kellett volna felvenni. Hát hiszen ma már egy buja hétvégére készülsz. Igen, készülök egy buja hétvége. Igen, készülök. Hát egy 9 napos, buja, de. Nem buja. Csabi is reménykedik, hogy nem múlja hétvégére kész. Igen, nagyon korán hadd mondjuk el a hallgatóinknak, hogy mi holnaptól kivettünk Szabit, méghozzá csütörtök péntek, aztán hétfőn kedden újra leszünk, aztán szerda május 1-e. Így van, így van. Tehát jó? Ez nem érint sok napot, holnap és holnap után. Így van, csütörtök péntek, holnap és holnap után. Jó, igen. Neked meg aztán indul a buja hétvége. Nekem indul a buja hétvége. Hát már rajtad van a leopárd. Igen. Tehát ezt tudom, hogy a tegnapi műsor miatt vetted fel. Tudom, hogy tudod. Jó. Igen. De miért nálunk kezded? Vagy nem mész a akcióba? Nem. Nem, akkor föl kell venni reggel, ezt ismerem. Nem, én is felveszem a legszebb Calvin Kleinomat, amikor tudom, hogy műsor után már akció van. Igen. Tudod, szabadság minden pillanatát ki kell használni, mert innen 10-kor azonnal már vágódik bele a bujába. Az van, hogy még azért ezt levetem magamról. De persze, a végén lekerül. Hát ez a lényeg ennek. Hogy bebújít a leopárd látta, hát a férfiakat bebújítja a leopárd. És hatással van rátok? Persze. Hát nézd meg, hogy nézünk rá. Hát, mint ahogy szoktatok reggel. És akkor lekerül, persze. Na jól van, hát akkor megfogadom a tanácsotokat, úgyhogy akkor elindulok 10 után a buja hétvégén. Hanem ezt is bevállalja, csak elhúzhasson egyből 10 után. Ezt is bevállalja, csak hagyjam békén. Több kérdés ne tegyek fel neki. Nem, mert nem akarok múja lenni. Ez olyan lacis volt, tudod? Ez lacis volt, igen. Jó. Apádnak a... Jó, volt ez lacis. Ilyen mélyre azért nem megyek. Anett. Na jó, elengedjük Anett kezét, visszatérünk még a leopárdra nyilván, hát azért ezt nem lehet hagyni. Jó, az SMS-ek, azok így kezdődnek, szeretnék felajánlani Paraszt Magdinak egy bocsi stresszlabdát Laca Biáról. Nekünk volt ilyen a turnén, ugye? És szerintem most is lesz majd, amikor most is lesz. Helyszínen játszunk kvíz. Az ragyogó volt, amikor az egyik turné előtt megérkezett ugye a gyártótól körülbelül ilyen 300 stresszlabda. Aha. A BCHKR felirat az olyan pici volt, hogy nagyítóval kellett nézni, majd 3 fogdosás és ilyen stressznyomás után le is jött róla. Igen. Mint egy ilyen hártya. Igen. Mert... A felirat. És akkor gondolkoztunk, na ezt elvívjük turnéra, vagy ezt küldjük vissza a gyártónak. Visszaküldtük, ugye? Szerintem igen. Szerintem az lett a vége. Igen. Na jó, akkor nézzük, mi van még. Morgan mindenkinek, ma Rotterdamtól 200 kilométerre megyek hajót tömni. De semmi gond, miért is lenne, ha tiszoltok, én maradok végig főni, Jóci a hajószigetelő Rotterdamol. Utat. Aztán Gyurci, boldog névnap. Névnapod van? Bizony. Igen. Gyuri. Miért nem szólsz előre? De hát miről? De szólni. De nem olyan nagy ügy, hát mondjuk boldog névnapot, tök jó, és akkor haladunk. Ennyi? De mit szoktak mondani? Isten éltesen csak szülinapra van? Vagy az... Nem, éltethet az Isten névnapon is. Az bármelyik nap, nem? Isten az... Bármelyik nap. De igen. A buja napon is éltethet az Isten? Akkor nagyon éltessen. Az Isten éltessen Anett. Isten éltessen Anett. Az egész hétvégédet éltessen a jó Isten. Köszönöm. Legyen így. Na jó, akkor boldog névnapot, Gyuri. Köszönöm, nagyon kedves vagyok. Én ezt nem tudtam. Igen. Jó. Csodálatos szép reggelt az éter fene gyerekeinek és kombájnosné Anett kisasszonynak. Ja, és Magdinak a parasznak is jó reggelt, induljon a műsor, szórás, dobre morgen, tonyó. Hát a hallgatók reagálnak. Hát azért nem úgy van, hogy felelőtlenül lehet valamit irogatni vagy beszólni. A közösség valamit erre reagál, meg én is persze. Nyilván. Jön, mint egy asztalnál. 608-as szép reggelt, bocsi, egy kérdésem lenne hozzád. Lányomék tegnap jöttek haza külföldről. Zárójelben Dominika. Kaptam tőlük egy szivart. Igaz, én nem dohányzom, de mindig azt mondtam, ha kapok egy jobb szivart, azt el fogom szívni. Te, mint aki jó ismerője vagy nekik, van-e valami tanács, ami igazán élvezetessé teszi az elszívását? Egy pohár bor mellett például, köszönöm, pusztantás, zöldséges Zsolt. Mm. Zsolt, én azt gondolom, hogy ha nem szivarozol, ne szivaroz. Nem lesz jó. Tehát az első élmény az nem jó. Ugyanolyan, mint az első pohár vodka, nem esik jól. A harmadik már jó. De az egy kemény munka. Az egy nagyon nagy, mert meg kell dolgozni ezért. Azt hiszem, mi szórakozásból iszunk. Hát nagyon nem. Meg kell
dolgozni ezért, és én azt gondolom, hogy nem fog ízleni neked. Főleg, hogyha semmiféle rutinod nincs, dohányzás, nagyon gyorsan tüdőre kapod, iszonyatosan igen. fogsz köhögni tőle. Szédülsz. Tehát nem lesz élvezetes. Ez én azt gondolom, hogy ad oda valakinek, aki, most nem nekem van elég, de hogy ad oda valakinek, aki élvezi ezt, de ne próbáld ki, vagy maximum valaki rágyújt, és akkor megpróbálsz egy slukkot, de nem javaslom, nem lesz az, hogy fú, most aztán ez igazi az hedonista pasi vagyok, ez az élet, igen. Igen, végre elérkeztem ebbe az ide. Azért, de minden esetre köszönöm meg szépen, nagyon jó fej a lányod, Dominika. Így van, abszolút, abszolút. És valószínűleg ezért is hozta, nem a lánya Dominika, Dominikáról hozta, de valószínűleg ezért is hozta, mert ő egyszer meg fogadta azt, hogy ha egyszer jó szíval kerül a kezébe, azt elszívja. Jó. Szóval én nem javaslom így felnőtt korban elkezdeni. Ez gyerek. Figyelj, a 8 éves korodig ne kezd el. Ne, nagyon veszélyes. 8 fölött azt mondják, ott már nem szabad. Gyuri fogja a fejét. Nem mondtam semmit. Egy befejezett lemondatot hattam a levegőben. A fejem. Nem tudom, Annett, hova képzeli a fejem, hogy én hol fogom magam. Az nem a feje, az egy más kérdés. Na, megyünk tovább. Bocskor Csaba, ti vagytok a királyok, szórakoztattok minket, ti rádióvirtuózok. Humorotok szikrázik, mint a napfény sugara, mindig mosolyt csalva a gyönyörű arcunkra. Ez vers? Látatlanban bemondta, hogy gyönyörű az arcuk. Köszönjük, hogy naponta velünk vagytok, szívünkben mindig helyet foglaltok. Főleg te, Annett. Ó, köszönöm szépen. Ti vagytok a legjobbak, így ünnepelem ezt a napot. Ma lettem 4X-es. Köszi a beolvasásért, Petike. Vú, Somorjáról. Petike, ez egy egész helyes vers, főleg az Annett rész. Annettes kiállás, igen. Igen. Kiállás. És van egy közlekedésünk. Jó reggelt kívánok, az M1-esen 52-es kilométer kőnél Tatabányán, Budapest irányába baleset, a forgalom torlódik. Tehát M1-es, 51-es, Budapest felé. Köszönjük szépen. Nekem nincs még meg. Persze, neked nincs meg. Hát neked mi van a tegnapi híreidet, ha el tudod szedni a táskádból, akkor... Hát tényleg mi volt tegnap? Akkor van valamid. Nem, most a friss útinformat néztem, és valóban nincs meg. De még a fiúk mikor mennek be? 7-8? Mikor? Dehogyis nem, ők dolgoznak éjjel-nappal. Igen. Jó. Oh. Remek. Kertet fiúk is meg lányom. Kell csinálni. Fiúk. De mekkora kell egy baleset legyen, hogy észrevegyék? Nagy. Jó, oké, sajnáljuk őket, de ez egy hallgató írta. Jó, Annett megírta az időjárás jelentést, azt mondja, nem nyugszik ez a megbolondult időjárás. Legyen nálunk ma is túlélő csomag a szél, a csapadig és a kifejezetten hűvös idő ellen. 20 fok alatt maradnak a maximumok, nagyon ígérik az enyhülést, és már látszik is a fény az alagút végén, kitartást. Annett drukkol nektek, nekünk. Én mindannyiunknak, igen. Igen, igen, igen. Hiszen te elmész ugye egy buja hétvégére a napfény alá. Remélem, hogy ott sütni fog. Remélem én is. Ahol bujaság van, ott süt a nap. Elgódj. A leopárdokra mindig süt a nap. Ahogy a mondás tartja. György névnap van, ezt így kell megtudni, Annett. Legalább hívtál volna tegnap. De hát tudod, hogy a névnap... De hoztam volna valami apróságot a barátomnak. Képzeld, egy valaki nem felejtett el, akinek még előbb eszébe jutott, mint nekem. Bősze Csabának. Képzeld el. Annett párja küldött nekem ajándékot. Figyelmesen, kedvesen, most már fel is köszöntött üzenetben is. De jó fej. Provokál. Hát én nagyon tisztelem ezt az urat. Én is tisztelem az urat. Én is kaptam egyébként névnap mentesen. Igen. Meg egy kartot. Nem, én imádom a Csabit, mert ő nagyjából kiszámolja, hogy iszom meg, milyen tempóban. És próbálja olyan gyorsan igen. pakolni a kartonokat. Igen. De összehangolódott a ciklusatok ebben. Már izomlázom. Nagyjából olyan tempóban iszol, mint ő. Igen. Na jó, hát én is borász vagyok, csak nem termelek. Igen. Én ugyanúgy borász vagyok, mint ő. Persze, hát én rengeteg is. Palackkal veszem körül magam. De egyébként már viszonylag jól belőtte a Csabi ezt az intervallumot, hogy mikor kell küldeni a bort. Annyit üzen a bocsi, hogy egy-két nappal előbb. Nem. Teljesen jó a tempó. Csak én nem veszem magam körül szőlőkkel. Igen. De egyébként van kóstoltatás, minden. Minden ugyanúgy. Van, igen. Teljes, de ezt így is kell csinálni. Igen. Most Annette múlik, Csabi sem veszi magát körül szőlőkkel. Na, évfordulók, ma van a rendőrség napja. Igen, mert ugye Szent György ünnepe van, és ő a katonák és a földművelők szentje. Így aztán a rendőrség is. És így a rendőrség is magára vette. Magára vette Szent Györgyöt. Gyuri, mit tudsz Szent Györgyről? Nagyjából ezt, amit elmondtál. Okay. Megölte a sárkányt. A sárkány. Így van. Pontosan, igen, és innentől a néphiedelem szerint innentől számít a tavasz kezdete. Tehát, hogyha a sárkányöréstől? Igen, hogyha ma jó, mert... Hogy... Ja, ma megölsz egy sárkányt, akkor itt a tavasz. Idén is megöljük a sárkányt, akkor minden jó lesz. Jézusom, bevertem a fogam. A mikrofonba? Olyan, buja hétvége lesz. De Csabinak bujább lesz.
Jó, hadd menjek tovább, jól lett? Szerintem ne. Nem, úgy értem ebben. Ma van a kísérleti állatok védelmének világnapja. Uh-huh. Igen. Önvédelem? Hát valószínűleg más nem védi őket. Tehát jön a injekció, akkor az jön. Igen. 34 éves Muri Enikő. Enikő, oh, drága. Drága Enikő. Majd írok is neki, mert ő is írt az én szülinapomra. Aztán 82 éves Barbara Streisand. Uh-huh. 61 éves lett Détári Lajos, labdarúgó edző. Hát ő tényleg egy legenda. És mondom, ő tényleg 61. 1854-ben ezen a napon házasodott össze első Ferenc József és Sisi. Igen, és a másik kedvencem Diana után. Sisi. Látod, már itt is le vannak fordítva a nevek. Őse Ferenc József. Így van, őse Ferenc József. Hát minden, ami királyi család, az le van fordítva érdekes módon. Igen, Ferenc, a Sziszire nem volt magyar szó. Sziszire nem volt magyar szó. Na. Ó, de kár. Jó éve volt pedig. Miskolc 6 fokos, 10 fok lesz ott csak, és eső. Békés Csaba 6 fok, 11 lesz ott viszont. Nagy különbség esővel. Kálgári gyerekek lepipálja Miskolcot, Békés Csabát, meg a többieket. Plusz 2 fokkal indulnak, de 17 lesz, és napsütés. Jobb hely. Tartja magát a tavasz náluk, igen. Igen, Nyíregyháza 6 fokos, 10 fok lesz a csúcs esővel, Budapest 7 fokos, és itt is 10, és eső. Hát ez nem szép, de akkor holnaptól indul valami? Igen, javulás. Javulás indul, és a hétvégére már mondja, de ezt ugye már ti is láttátok az applikációtokon, hogy uh-huh, visszatér, tehát nem lesz ilyen 30 fok, de legalább már 27 20 fölött. Lesz jövő héten már. Igen. Igen. Na jó, gyerekek, a helyzet az, hogy nem tudtunk kikerülni egyébként egy internetes portálon talált quizt. Igen, és hát tudjátok, hogy ez a műfaj azért most már nagyon velünk van, és egy csomót kukába is dobtunk, de... Hát 100-ból 99-et kukába dobunk. Igen. De amikor a bocsi szólal fel, hogy gyerekek, találtam egy quizt, akkor ezt kivettük a kukába. Hát akkor abban a pillanatban mindenkiben megáll a levegő, mert azt tudjuk, hogy igen, az bomba lesz. Ha bocsi mondja, akkor az valószínűleg olyan. Nem. Csak én mondjuk szigorúbb vagyok. Minden témával kapcsolatban szigorúbb vagyok. Egyébként a kvíznél különösebben, mert az nagyon-nagyon olcsó gyümölcs tud lenni, vagy alacsony, vagy nem tudom, hogy mondják, de ami tudom, hogy ez olyan, hogy wow, ebben mindenki részt akarna venni, akkor érzem, hogy na ez ilyen. Elmondom, miről van szó. A nagy márkák, tehát mindenféle ilyen árucikkek márkáknak a reklám szlogenjei. Elmondja Anett a szlogent, és mi találjuk, hogy mi a termék mögötte. Az jó, vagy emlékszünk rá, vagy nem, de hogy következtetni azért nagyjából lehet. Nem mindig. De legalább azt be tudod lőni, hogy milyen típusú termék. Nem, szerintem bármelyik szlogenre kijön az, hogy leopárd póló. Tehát, hogy bármelyikre illik. Na mondj egyet. Mert megérdemlem. Leopárd póló. Azt a szentség. Mindegyikre működik. Férfiasan tökéletes. Azt a mindenit! Jézusom! A nehéz napokon is. Hát ezt nem mondod. A nehéz napokon is. Igen. Leopárd póló. Szóval nem lesz egyszerű, ebből érzitek, mindenre működik a leopárd póló. És de ilyenek, na most van, mit mondtál, férfiasan? Tökéletes. Tökéletes. Ez nem a Pannonia sem? De. Várjál, nem, annak, nem, az az élvonal. Nagyon jó. Jó, tehát ilyeneket, gyerekek, ne lőjük le, nem tudom, hogy ezek benne vannak-e vagy sem, ugye mi nem nézhettük meg aztán, de ezek ilyen reklámszlogenek, amelyeket vagy láttatok kiírva, vagy tévéreklámban harsogták, és mögé tudod-e társítani a terméket? Ez a kérdés. Az a nagyon durva, ezek között szerintem vannak ilyen, amiket most az élvonal, legalább 20 éves szlogen. Persze. És itt van az ember agyában. Igen. Hasznos tudás. Hasznos tudás. Tehát ebből lesz egy kvízünk, és szokásunk a szíven, hogy a 7 kérdést mi elpufogtatunk, de hagyunk 3-at nektek, uh-huh, bocsizacsi reményében. Így lesz. Oké, a másik gyerekek, ez nagyon izgalmas. Én nem tudom, hogy ki mennyire ez szereti azokat a filmeket, amelyek egy dalszerző, vagy akár együttes dalaira épül, de nem róluk szól. Mm-hmm. Lehet ez színdarab is, nem róluk szól, hanem csak azok a dalok tematizálják az egész filmet. Én ezt nagyon bírom, ha ügyesen megcsinálják tényleg, hogy a dal passzoljon ahhoz a jelenethez, ahhoz a szitúhoz, ahhoz az érzelmi, nem tudom, helyzethez. Hát nézd, ennek a legklasszikusabb példája a Mamma Mia. Ó, igen. Tehát csak abba dalok, és ugye a sztori nem az abbáról szól, hanem valamilyen görög szigetfoglaló nőről. Igen. És iszonyat jók a dalok ott, meg minden, tehát hogy egy
gyakorlatilag egy életmű, az Abbánál lehet annak mondani, egy életmű köré épül egy cselekmény. Ez egy film. És most egy magyar is készül, képzeljétek el, és ez nem olyan lesz, mint Zámbó Jimmy sorozata, mert ugye ott persze van a Zámbó dolog, de az a saját élete. Így van. Hanem itt egy sztori lesz, megfilmesítve, és Demién dalokból. Ó, de jó! És azért valljuk be, tehát ott van komoly életmű, és ott nagyon komoly dalok vannak. Egyesével is hatalmasak, tehát hogy nem csak mint életmű. Így van. Hanem egyesével, és ezek zseniális dalok. Ezek zseniális dalok, hogy ezt csinálják. És hát ez a film, ez forgás alatt van, tehát készülőben van jelenleg. Akik játszanak benne, főszereplő Ember Márk, Bras Bence, Medvecki Balázs, Király Marcell, Marics Peti, és ezek Demién dal feldolgozásokkal van megtarkítva ez a film. És elkészült az első dal, és ezt majd bemutatjuk nektek. Ez az El kell, hogy engedj. Én tegnap meghallgattam, gyerekek, a gitár és a dob az már olyan, hogy fú de kár, hogy régen nem tudták így beállítani. Mutatok belőle egy apró részletet, nézzétek meg. Az eleje az hol van? Nincs meg nekünk? Nincs csak, itt? Csak most egy refrénes. Ez a refrén volt, igen, tudom, igen. De na mindegy. Már ott is van, azt mondja Hori. Muti, merre keresem, Hori? Följebb. Lejjebb. Jobbra. Helyen, ahol volt. Itt? Aha. Most ugyanezt nyomja meg? Oké. Nem, ez nem az eleje. Hát nem így kezdődik, a gitárral kezdődik. A gitáros részre gondol a bocsi. Na minden, akkor azt megmutatjuk később. Jó, ezt megmutatjuk később. Szóval az egész baromi jól szól, egyébként ők is éneklik, és hát ugye ebből a branchból, akiket most felsoroltam, egy valaki énekes, a többi színész. Igen. Ugye? És aki énekes, az a Marics Peti. Uh-huh. És hát tényleg összekulcsoljuk kezünket imára, hogy Marics Peti felébredjen ma, de őt tervezzük felhívni erről, mert azért Demién dalokhoz nyúlni, az egy egyrészt eszméletlen élmény lehet, de ugye nagy kockázat is. Plusz ugye a filmben szerepelni, tehát ő szerepel is, énekel is, és azt gondoltuk, hogy kelj fel, Peti, és mondd el nekünk, hogy ezt hogy csináltátok, csináljátok, mert ez még egy folyamat. Én arra is kíváncsi, hogy Demién mit szólt ehhez a dalhoz. Nem hívjuk fel Demién Rózsit. De megadom a számát neked, Laci. Reméljük, Marics Peti őszinte lesz. Nem tudom, ők találkoztak ugye Demién Rózsival. Úgy tudom, hogy igen. Én is úgy tudom. Tehát, és ez is érdekes, mert Demién Rózsiról tudom még régről, és most nem akarom mondani például kinek a feldolgozását, de nem volt egyáltalán boldog. Tehát így megmosolyogta, hogy ja, oké. Okay. Mindegy, ugye egy nagyon őszinte csávó. Ez kritikus. És kritikus. Hogy ez mit szól, nem tudom, hogy a Marics Peti elmondta, sem. A lényeg az, hogy mi Marics Petivel beszélünk ma reggel, és pont erről a filmről, pont erről a dalról, meg a dal katalógus, hogy miket fognak még feldolgozni Demiéntől. Meg hogy ő meg színművész lesz ebben. Ugye? Így van, pontosan. Jó, Agrár Szerda, ami Vokcinkkal, és na ez egy baromi jó téma. Oh. A gomba szakértő. A gomba szakértő, hogy ez egy bizalmi állás. És odamész hozzá, azt mondja, jó a gomba, megeszed, rossz a gomba, nem eszed, és ha rosszul mondja, akkor meghalsz. Tehát, hogy ez a játék. Aha. Ez a játék. Így van. És ezt is a gomba szakértelmet rá akarják bízni a mesterséges intelligenciára. Viszont nem profi. Igen, ez a baj, hogy most... Nem profi! De nem mondja, bocs, a gombákhoz nem értek. Nem mondja. Megcsinálom. Megcsinálom, hogy most meg bizonyos orvosi diagnózisokban meg minden nagyon össze fogja tudni a tudását ugye halmozni, meg ilyen, de a gombákkal nem igazán sikerült eddig, erről fog... Hány halálos áldozat van még már? Nem mondja. Jézusom! Na, szóval elmondja, hogy ez hogy derült ki, hogy a mesterséges intelligenciát sok mindenre használtott, csak gomba szakértőnek ne kért fel. És aztán én nem mertem soha ilyet, de majd megnézzük a Voga, mit mond, hogy hogyan érdemes erdei gombákat szedni, meg elfogyasztani. Ja. Ez azért pláne iszonyat felelősség. Én nem merek. Nagyon-nagyon nehéz egyébként, én voltam így, hogy barátoknál, nem tudom, erdő mentén, faház, stb. És akkor elmentek gombát szedni, hogy abból csinálnak majd ebédet. És akkor mondtam, de halló, nem vagy gombaszakértő, azt mondja, nem, ő csak egyfajtát szed, azt viszont tudja. Igen, és ott vagy, és most bízol benne, nem bízol benne. Én megette, látod, itt vagyok, de ez tényleg egy para.
Én egyébként az emberi gomba szakértőben sem bízok. Tehát ott van a piacon, a kis tangyával. Nem tudsz oda csinálni. Hát, de erről, amiről szoktunk beszélni, érted, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy színötösre vizsgázott agysebész fog téged műteni, vagy aki kettesekkel átbúrtál. Nem, az a baj, hogy az ember is tévedhet. És nekem van olyan ismerősöm, aki már enyhe gombamérkezésen ment át, és az is olyan volt, hogy elmesélte, és az iszonyat. Aha. Hogy az, jó, hogy bátor vagy. Hát nézd, bátor voltam, igen, ez többször is előfordult, de nem jó érzéssel. Tehát én is maradok, amit a zöldségesnél kapsz, amit megtermelnek a pincében. Meg a fagyasztott. Na jó, de hát a vargány, vargányát nem termelik. A vargány egyik legfinomabb gomba, és annak van tesója ám. Bizony. A vargánynak van tesója. A kucsmás róka gomba. Nem, azt. Na mindegy. Jó, nem értesz a gombákhoz, Laci, nem is baj, Voga nem. Elmondja, egy a lényeg, hogy ne bízd a mesterséges intelligenciára nem. A gomba kiválasztást, jó? Köszönöm. Bemutatod a laptopodnak, vagy hogy kell ezt elképzelni? Igen, kamera elé. Képet lefotózod, és akkor beküldöd a mesterséges intelligenciának, és hát ő... És azt mondja, jó étvágyat? Nagyon finom lesz, mondta. Jó étvágyat, és Isten veled! Ezt én is megenném. Ez szörnyű. Na jó, ez lesz Vokcival, Agrárszerdában, és most jöhetnek a tegnapi nap legjobb pillanatai. Többen jeleztek vissza nekem délután, hogy ez egy nagyon-nagyon mulattatós téma volt. Victoria Beckham 50 éves lett, és sok mindent elmesélt, intim titkokat pletykált ki David Beckhamről, de ugye onnan származik a leopárd bujaság is. Hát igen, mert hogy van nekik egy ilyen kis intim szobájuk, illetve hát amikor Beckhamről beszélt, akkor használta azt a kifejezést, hogy egy traktor kipufogó. Oh, das Auto. Oké. Okay. Jó reggelt, Főni! Én ma is használom az önre mindig van időm szlogent, főleg a fontos emberről van szó. Ez egy bankreklám szlogenje volt, ha jól emlékszem. Igen, Karvai Sándor írta ezt nekünk. Uh-huh. Igen, jó reggelt, Isten éltesse Magyarország legjobb szerkesztőjét, üdv buszos Gyurin. Köszönöm, Gyuri, neked is boldog névnapot. És bocsi, gyerekkoromban anyukám szeret gombát, és megfőzte levesnek. Ott hisztisztem, hogy ne főzze meg, mert lehet, hogy mérgező. De elkészítette. A húgaimmal csak azért ettünk belőle, mert nem akartunk árvák maradni, túléltük. Brutál rajta. Tehát, hogy már anya evett belőle, akkor anya ott összeesik. De lehet, hogy... Igen. Nem esszük, anya, mert forró. Az egy szitom, hogy ültök körbe az asztalán, anya főzött egy gombalevest. Kiesik először. Igen, nem. Na, Laci, mesélj. Hol jártál? Gyerekek, Taylor Swiftnek olyan hatása van, most már erről beszéltünk, ugye azt mondják Amerikában, hogy még akár az elnök választásba is beleszólhat. Erősen, igen. De hát azért vannak neki kisebb ügyei is. Most megjelent ugye az új albuma, amihez még egyébként éjszaka 15 dalt hozzácsapott, ilyen váratlanul. Éjszaka? Ja, igen, azt írják, hogy hajnali 2-kor még 15 dalt publikált. Tehát jó, nagyon... de azok is fel voltak véve, és akkor jön hozzá. Jó, okay. Nem az volt, hogy valószínűleg este 8-kor még nekiállt, hogy akkor kéne még 15 dal, és Kim Kardashiannak, képzeljétek el, hát szól róla egy dal. Uh-huh. Kicsit neki megy Kim Kardashiannak, az a cím, hogy Thank You Amy, és ugye itt a betűkből a K-I-M-ből a Kim kiolvasható, ezt már így megfejtették. Jézusom. Ilyen iskolai, ilyen bullying story, vagy nem tudom micsoda, hogy próbáltam megnézni a dalszövegét, nem volt annyira tiszta nekem, hogy az miért megy neki Kim Kardashiannak, de a lényeg, hogy ennek mi volt a hatása, azt mondja a cikk, hogy több mint 100 000 követőt vesztett Kim Kardashian Taylor Swift dalának köszönhetően. Azért, mert valaki a szavak kezdőbetűiből kimozaikozta azt, hogy Kim. Hát, hogy azt mondják, ez már nagyon-nagyon... Ez neki menős, és hogy a Swiftik, ugye a rajongói Taylor Swiftnek, azok így most eldöntötték, hogy kikövetjük Kim Kardashiant, vagy nem tudom. Több mint 100 000 követőt vesztett, azt írja, hogy 364,3 millióról 363 millióra csökkent. 4 milliót vesztett. Az 1,4 millió. Tehát végül is az igaz, hogy több mint 100 000 követőt vesztett. Csak azért ez brutális, tudod, hogy írok egy dalt, nekem nem szimpi a kém róla, és akkor De miből derül még ki azon kívül, hogy a kezdőbetűk Kimet adnak ki, hogy ő ez Kim? Én ennyit tudtam megfejteni. Jó, okay. Tehát, hogy mondom, ez egy iskolai bullying sztoriról szól, igazából a dalszöveg, amit én megnéztem, és hogy kiolvasták belőle, hogy Kim. Ennyi. Azért ez elég ijesztő, mert valószínűleg tényleg semmi köze nincs ehhez a dalhoz. És akkor nézi, hogy most így hogy keveredett ebbe bele. Igen, ne írj több dalt rólam. Vagy igen, de mit tudom, írok egy dalt, mit tudom én, bátrak utaznak Zambiába inni. Uh-huh. Akkor most én mit üzenek? Tehát érted, van olyan újságíró, vagy valaki, aki megfejti, igen, hogy én üzenek valamit ezzel? Mert a kezdőbetűk? Hát látod. Ezt tetszik? Bátrak utaznak Zambiába inni. Igen. Fiúk a szánon. Tehát egy csomó ilyen dalt írhatnál egyébként. Uh-huh. Jó, oké. Okay.
Na, aztán József gazda visszatér a házasodna a gazdába. Ezt már hallottuk. Hogy gazda, ugye? Igen, ő volt, aki mondta, hogy én csak egy szerethető itt szeretnék. És most nyilatkozott is egyébként. Na, azt mondja, hogy sikerült tisztázni a félreértést a két nővel, aki ott a döntőben volt már. A régi megalázott nőkkel. Így van. Ezt a buta félreértést. Ezt a buta félreértést. Valahogy a kommunikáció elcsúszott köztük. Én hiszek abban, és tudom is, hogy így van, hogy főleg ilyen valóságsóknál, stb. Lehet úgy vágni, hogy valaki jól vagy rosszul jöjjön ki belőle. De hát ezek elhagyták a száját. Ezek a párbeszédek megtörténtek. Ezek elhangzottak. Tehát itt nagyon nehéz ezen szépíteni, hogy ebben mi a félreértés. Ő egyértelmű elmondta, hogy neki cikkel. És kész. És Szenvedélyesbe váltott a gazda. Nagyon keményen. És miután csak ebben manifestálódtak az ő fejében a nők, ezért ezek nyilvánvalóan teljes joggal sértve távoztak. Megbántva távoztak. Tehát hogy, lehet ezt így. Oké. Tehát ő azt mondta, ezt a félreértést, ezt ő tisztázta. Ez sikerült tisztázni. Neki adnak neki nőket most? Úgy néz ki, igen, hogy megint versenybe száll. Csatorna szerzett új nőket? Igen. Oké, sok szerencsét. Ezért tartott eddig a toborzás, de meg lett. Igen. Kivállalja be, lesz József gazda. És hogy igen, nyilatkozott is, most erről szeretnék mindent megtenni annak érdekében, hogy az emberek ne csalódjanak bennem. Nagyon vágyom egy új, édes kis csillagra. Na, most már csillag. Ja, most metaforában. Igen, tehát most én nem tudom, hogy ez metafora, vagy ő most csak kedveskedni egy akar, édes de... édes kis csillagra. Vad csillagokat szeretem, így. Finomított. Jaj, gyerekek, hát drukkoljunk neki, kedves ember amúgy, és elmondom még egyszer, hogy az egyik jelenetnél az volt, hogy a lányát bemutatta az egyik leendőnek ebben a gazda feleségkereső műsorban, és hát én a lányát sajnáltam. Tehát az, hogy ő aztán majd megy suliba, és majd látják az osztálytársai, tanára, és stb. Én nagyon-nagyon sajnáltam, tehát hogy még egyet neki akar futni a cigazda, fene tudja. Bízunk benne, hogy jól sikerült az érzékenyítő tréning, és akkor nem lesz gáz. Nem lesz gond, igen. És Kim Kardashianhoz van még egy hír, hogy azt mondják róla, hogy részegen hívogatja az exeit. Nemrég volt neki egy... Ó, ez jó, ezt szeretem én is. Igen. Azt mondja, hogy... Már hogyha téged hívogatnak, vagy... Hát azt is szeretem, de nem, de részegen most nem csak exeket, de én szeretek felhívni. Régen erről híres voltam. Tehát, hogy én hajnal akár fél négykor is, hogyha megfelelő állapotban voltam, akkor én nagyon-nagyon barátkoztam telefonon. Hát itt most azt mondják neki a barátai, hogy itt törölni kéne a Pete Davidson számát, meg a Drake számát, meg a Kanye West számát is, mert hogy most volt neki egy Odell Beckham Juniorral való szakítása, nem tudom, és hát ezeket állítólag mind végighívta, de hogy ezt most már törölni kéne ezeket a számokat, mert nem túl jó ötlet. Kicsit bánatomban be, és aztán. Kérdés az, hogy bánat ez nem tudom. Amikor a haverokat hívok, akkor egyszerűen csak röhögni akarok, és szeretem a megbocsátást, amikor azt mondják, hogy aj, ne, már megint te. És de ha exet hívnék, akkor nyilván szeretnék valamiféle vigaszt. Nem? Azon gondolkodom, hogyha az embernek van válogatni valója az exekből, akkor tudod-e, hogy kit hívsz, mert ő fogja azt mondani, vagy... Ja, nem ilyen értelmen vigasz, csak egyszerűen, hogy... Dumcsizás, szórakoztatás. Így van, ennyi, tehát nem több. Nagyon másba vagyok, de akkor mondjad. Részegen, igen. Na jó. Kinek vannak meg az exeinek a telefonszámai? Nekem. Neked, Gyuri? Nekem is. Neked is, tehát mind megvan. Persze. Bármikor tudnád őket hívni. Nem, mert hát a közösségi média világában az sem lenne elég, ha kitörölném, nem tudnám a részeg magamat átverni, tudod, tehát megtalálom. Igen, megtalálom másképp. Ez az. De olyan telefonon, tehát felhívni. Ha, megvan. Megvan. Neked? Egy. Nincs is exed. Hát nincs is exem. Hát, én most random számokat beírhatok, hogy bosszantsak valakit vele, hogy ilyen ex-telefonszámok vannak. De nincs. Oké, okay. Jövünk vissza, gyerekek, ez egy kvíz lesz, akárhogy is... Hát szépítjük. Valaki, mi? Hát, igen, akár is szépítjük, pontosan. Mert ugye mi nagyon válogatosak vagyunk kvíz területén. Valamikor magunk alkotunk kvízt, valamikor látjuk valamelyik ilyen internetes portálon, mert valami miatt ott is nagyon népszerű lett, tehát rengeteg portál, valamelyik elkezdte, és most már rengeteg portál kínálja a kvízeket, valószínűleg ezek ilyen kattintás csalogató dolgok, és minden ember ki szeretné magát próbálni, a végén kap egy pontszámot, tök jó. De valahol izgalmas is, és annyi féle van, annyi tematikában, hogy bennünket a legtöbbje nem is érdekel. Igen, de hát tegnap te találtál egy olyat, amire azt mondtad, hogy na, ez azért ígéretes. És igen. Te szigorú vagy ezekkel, úgyhogy ezt komolyan vettük. Én azért gondoltam, hogy ígéretes, mert ebben mindenki tud találgatni. Tehát mindenki, aki több mint 20 éves, fog tudni találgatni ezekben. Ezek a nagy márkák reklámszlogenjei, amelyek vagy plakátokon szerepeltek, vagy elhangzottak tévében, vagy rádióban, és ott van egy szlogen,
ahogy a Laci mondta az előbb, férfiasan tökéletes, és meg kell mondanod, hogy milyen márka kapcsolódik hozzá. Ez lesz a feladat. Lesz 7 kérdésünk, amit mi megpróbálunk kitalálni, és aztán 3-at hagyunk a hallgatók. 7 óra 13 perc van, jó reggel, szevasztok, drága hallgatóink, meg vagyunk, jól vagyunk, itt van Laci, hello. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, hello. És jó reggelt, Anett. Jó reggelt, sziasztok. És Anett ugye leopárd mintás pólóban van, készül a buja hétvégére, ahogy ezt reggel megbeszéltük. És azért mondom ezt, mert hogy készül a buja hétvégére, mert mi is készülünk, azaz holnaptól 2 napot nem leszünk, tehát csütörtök és pénteken nem leszünk ezen hétfőn újra. Uh-huh, van, újult erővel támadunk, de most egy picit mi is megpihenünk. Pontosan. Jó, üzenik, hogy jó reggelt, drága országunk egyetlen csengettyűje. Ez te vagy, Gyuri. Ó, én vagyok. Igen. Jó, igen. Egy busznyi ember nevében írok, a kötött sapkás néni nevében is. Nagyon boldog névnapot kívánunk, buszos Tomi. Nagyon szépen köszönöm, Tomi, a buszos társaidnak, az utasaidnak is, mindenkinek, és külön, hogy emlékszel erre, igen, az én kórus nevemre, a kis csengőre. A kis csengettyű, így van. Aztán van egy nagyon-nagyon szívfeszül, olyan kedves, és javaslom, hát ha a Voga egyszer behozza nekünk ezt Agrárszerdába. Sziasztok, jó reggelt kívánok nektek! Én szinte minden reggel hallgatom a Retro Rádiót, és sok mindenről szó esik benne. Mi egy kis településen élünk, én az önkormányzatnál dolgozom. Önkormányzatunk homoktövis ültetvénnyel foglalkozik, és már 4 éve folyamatosan tudunk szüretelni, ami évről évre több termést eredményez. Mi ebből a bogyóból különböző egészséges termékeket állítunk elő, melyet vásárokban, piacokon, rendezvényeken értékesítünk. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az emberek nem ismerik ezt a terméket, de aki egyszer vásárol termékünkből, az visszajáró vásárló. Esetleg ha az Agrárszerdában ez szóba kerülne, lehet, hogy több emberhez eljutna a termékek jótékony hatása, és egyre többen keresnék ezt a vitaminnal teli csodaszert. Jelenleg több mint 4 tonna bogyó vár tovább felhasználásra. Ha érdekesnek találtátok, bőve tájékoztatással is tudok szolgálni. Köszönöm szépen, üdvözlettel, Judit! De jó ez. Ez milyen helyes, igen, nem? Helyes. Önkormányzat foglalkoznak nyilván némi bevétel reményében is, és a homoktöv is tudjuk, de nem tudjuk, hogy pontosan mire jó, de nagyon egészséges. Tele van C-vitaminnal, antioxidánssal, baromi jó, és egyébként egy jó tipp is, mert tényleg a Voga is nagyon szereti ezeket a témákat, tehát a homoktöv is, mint olyan, az simán hasznos lesz az Agrárszerdában. Így van. Judit, mi ezt a Vogának felkínáljuk témaként, és reméljük, hogy mi hamarabb ezzel is foglalkozik, a homoktövissel, és akkor talán ezzel tudunk segíteni nektek. Na, mindent megbeszéltünk? Szerintem igen. Kvízezzünk, igen. A Gyuri azt mondta, hogy azt írta ide, mint szerkesztő, hogy ugye sokszor kvízezzünk, de én nagyon-nagyon kiszoktam szelektálni, hogy mivel foglalkozunk, mivel nem foglalkozunk, és akkor itt a mondat, viszont ha Bocsi talál egyet, arról tudjuk, hogy a kvízek kubai szivarja lesz. Ó, de szép. Mostag és büdös. Hát, Laci, az a te esetedben valami más. Megfogalmaztad az életről alkotott arcpoetikádat. Na jó, ez egy szlogen már a te termékedre? Vastag és büdös. Igen. Vastag és büdös. Jó, nem lehet, amikor így gyakorolsz a klotyeszban zárt ajtók mögött, és családtagnak lenni olyan nálad. Olyan szépen zeng. Vastag és büdös. Jó, nem, erről lesz, nem teljesen Laci dolgairól, hanem találtunk egy quizt a divány.hu-n, csak azért, hogy fairek és korrektek legyünk, ezt nem mi alkottuk, és ők a nagy márkák reklám szlogenjeit írják le. Ezeket fogjuk most itt szépen sorra venni, és azt kell kitalálni, melyik termékhez kötődik. Na. Igen, mennyire egyszerű, de ha belegondolsz, és tegnap ezen törtem a fejem, hogy a márka nevekre fókuszál az ember ilyenkor, valahogy ezek a szlogenek utána egy elszállnak a szélben, tehát egyáltalán nem lesz könnyű visszavezetni. Érdekes, én nem így, én nagyon sokszor azon kapom magam, hogy ismerek egy reklámot, mondjuk elindul a tévében, csak hallom, mert főzök közben, 1000-szer hallottam, be tudnám fejezni minden mondatát, de nem tudom, mi a termék. Mert az kimegy a fejemből. Igen. Nem jut eszembe, hogy egyébként ez most mit reklámoz, arceszt, vagy spenótot, vagy fogalmam sincs, a márka nevet meg végképp tette. Nem tudom, ezek mennyire találnak célba. Igen, van, amikor a szlogen már annyira inkább egy ilyen életérzést akar átadni, hogy az úgy el is siklik, hogy igen, mi a termék. De az a jó, ami megmarad egyébként, tehát hogy azok a jó szlogenek, meg ami mondjuk van egy csomó olyan, ami így átszivárog, így, és elkezdjük használni, mint ilyen kifejezést. Hát igen, egyébként. Ott van a szárnyakat ad, azt azért mindenki tudja. Igen, igen. Vagy ilyen a mert megérdemlem, az is. Azt én például nem tudom, mire való. Az valami antibébi tabletta? Nem. Az arckrém. Arcra való. Na látod? Egy jó arcra való sampon. Én az a baj, hogy látod, ismerem a szlogent, és nem tudom termékhez kötni, tehát én küzdeni fogok ma.
Nagyon jó. Jó. Hát, ez a cél, hogy küzdjünk azért, és szerintem ez egy kiegyenlített játék lesz most, mert egyikünk se kompetensebb, mint a másik ebben. Jó, vágjunk bele, azaz Anett, te vagy a quizmaster, ugye? Igen. Te vagy a quizmaster, magyarul quizmester. Ja, igen. Csak, hogy mindenki értse. És akkor felsorol, ugye mindig elmondasz egy szlogent, és mi kitaláljuk, ez a menetrend? Igen, igen, okay. Elmondok egy szlogent, és ti találgattok. Hogy mi lehet a termék mögötte. Így van, és megpróbálok, hogyha nem megy, akkor megpróbálok segíteni nektek három variációt. Jó, hát nyilván már a műfajt tudjuk, akkor már lehet, hogy közelebb kerülünk hozzá, és ebből hetet megcsinálunk mi, és hármat hagyunk a hallgatóinknak. Igen. Így lesz, okay. Bocsizacsért. Na jó, Anett, jöhet. Az igazi szépség belülről fakad. Na várjál, akkor ez nem egy kozmetikum, nem tudom. Miért? Nem, csoki? Nem csoki volt? Nem. Látod, hogy mennyire nehéz? Biztos, hogy nem kozmetikum, mert ez kívül, az külső ápolás, hanem a belülről fakad, tehát hogy valami egészséges cucc, amitől te szép leszel. Ja, tehát hogy a belsődnek, a gyógyszer is lehet. Nem belsődnek, tehát nem szép a beled, hanem... De belülről fakad a szépség. Ne vidd intim irányba, Laci, ne hogy az pont, legyen. Igen, és okay. Nem feltétlenül jó irányba mentek, tehát... Az igazi szépség, akkor viszont Seat. Nem, de ez egy tápszer. Nem tápszer, dehogy is. Nem. Az igazi szépség belülről fakad. Szerintem ez akkor is az lenne, hogy az igazi szépség befelé halad, akkor az nem. Mondjuk valami kollagénes dolog, és akkor kisimul a szemed ránca, vagy ilyesmi. Tehát ilyenre gondolok, de akkor nem, rossz az irány. Nem, de a Laci mondott az előbb egy jó irányt. Mégiscsak. Igen. Csodálkoznék. Azt elhiszem. Na, ja, nem az. Nem erre mondta jó irány, még az előző témában. Ja? Na mi a jó irány, amit a Laci mondod? Hogy kozmetikum területén keresztül. Akkor szara izé, szlogen. Hát az nem, külsőleg, rá is van, hogy külsőleg. Nem. Tehát a szlogen az azért nagyon jó, mert hogy a cég azzal próbálkozott, tehát hogy olyan nőket keresett, akik nem feltétlenül szépek. A szépségükre. Igen. Hogy ja, tehát mindegy, hogy ronda vagy, a krémünktől se leszel szép, hidd el, hogy szép vagy, mert az elfogadásra utalt. Különben semmi nem segít. Jó vagy, ahogy vagy, de az ékenbe magad. Tehát akkor melyik krém lehet az, ami nem hat? Mert ez ugye erről szól akkor. Én már tudom, mi Laci, mondd, segíts, mondd. Ki. Te tudod? Szerintem ez a Dove. Használtad? Igen. Nem, hanem tudom a szlogent. Használtam. Használtam és akadam. Látjátok azért, Laci? A Lacit eltalálta ez, igen. Engem eltalálta. Női kozmetikumokban otthon van, abszolút. Igen. Na, igen. Következő. Kicsit rettegtem, hogy WC papír lesz. De oké, mondom. Alap, amelyre építhet. Alap, amelyre építhet. Biztos, ami bank, nem? Nem, ez Baumax. Nem, ez valami bank, amikor megveszel valami hitelt, amiből tudsz venni egy beton alapot, és reménykedsz abba, hogy a Svájc itt nem viszi el. Ez egy bank. Nem, ez egy olyan, ami ígéri, hogy nem viszi el a Svájc. Erre épít. Elviszi a Svájc. Adunk neked hitelt alapra, de nem viszi el a Svájc. Erre építhet. Egyébként ez jó, tehát én elfogadom a bankot. Na de várjál, nem kéne tudnunk, hogy milyen? Az dal? Alatt, amelyre építhet. Megvan a dallam, és igen. Nem nem tudom, mi ez. Nem tehát, hogy inkább a lakáskassa területén keresgéljetek. Fundamenta? Ugyes vagy! De boldog vagyok. Mert ügyes is vagy. Nagyon jó vagy. Igen. Na, következő. A legkisebb is számít. Ez valami malacpersely. Én a vastag és büdösebb bevállaltam a saját termékeimet, én itt kiszállok. Legkisebb is számít. Várjál, de nem Viagra, az ugye... Nem, az számít. Az pont arról szól, hogy nem számít a legkisebb. De az valami ár, izé... Ár. Mondja, Gyuri. Árzabáló. Nem tudom, valami ilyen apró pénzzel, valami tehát én biztos szupermarket, ugye? Így van, ez egy szupermarket. Melyik az? Legkisebbi számít. Tesco, igen, tényleg. Bemondott kérdésre, hát találgatnunk kellett volna. Hagytad magad megtörni? Lehagytam megtörni, igen. A szupermarketnél boldog volt már. Én a szupermarketnél nagyon boldog voltam, mert nagyon ügyes vagy, Gábor. Azt kell, hogy mondjam. Jobban csúszik. Na, ez a bocsi témája. Na. Itt te vagy a szakértő. Jobban csúszik. Curling. Hát figyelj, ez annyi minden lehet, tehát ez lehet szerszámbolttól kezdve, sörkorcsolya, sikosító. Jó felé vagy.
Te most kiszálltál, csak trollkodsz? Hát muszáj vagyok, hát az de a miért baj. Miért szálltál ki? Azért, mert elmondtad azt a kakáspoénodat? Azt te tetted azzá! Azt te tetted azzá! Nati feltett a csúszdíszmára. És azt mondtad, most nem, te megcsináltad. Tudod mit? Vissza is fogom hozni, ahol tudom. A felsoroltak között ott volt egyébként. Mi a szlogen még egyszer? Jobban csúszik. Durex. Nem, Durexet. Igen, sikorsító sem szokott tévé. Nem. Jobban csúszik, biztos valami, valami sör irány. Sör irány, nagyon na jó. De melyik? Na Borsodi. Nem. Na, Soproni. Soproni. Nem. Dreher. Nem. Biztos magyar sör. Végső. Magyar sör, magyar igen. Sör, tehát magyar sör. Így van. Igen. Aranyászok. Ez nem. Az. Aranyászok. Nagyon jó. Elfogyott, hát előttük az összeset. Ez igen, az maradt az aranyászok. Igen. Jó, szerintem a következő nagyon egyszerű lesz. Köszönjük, MSM. Ó, és tudom, jaj, imádtam ezt a karaktert. Bank volt. Ez Bank volt, és uh-huh. Megjelent Emese, aki mindig, akinek mindig volt egy ötlete, igen. Aki szemüveges. Egyébként a színésznő nevét is tudtam. Zseniális volt, és nem tudom, melyik bank. Tehát, hogy látod, itt megint az van, hogy igen. Nem tudod, melyik bank. Tök jó, köszönjük Emese, működik. Sárga logóján van, nem? Nem. De azt akarom mondani, és látod, hogy nem tudsz hozzá márkanevet kötni. Igen. Budapest Bank. Budapest Bank. Nagyon jó. Gyuri, óriási vagy. Mennyi van még nekünk? Még egy darab. Oh. Nem, kettő, bocsánat. Kettő. Ha kell egy kis energia. Ne tévesszem hát meg. Lehet a sportkocsitól elkezdve. Nem. Szerintem nem ilyen energia, nem MVM meg ilyen izé, hanem szerintem ez valami ami téged felturboz a tested. Igen. Ez lehet ilyen pesgő tablettától kezdve, energiaitalon át, valami ilyesmi irányra gondolok. Segítség az nektek, hogy a reklámban egy jamaikai srác szerepel. Segítség, de túl korai segítség. Nem. Igen. Mert innentől kezdve már egyértelmű. Szóval innentől kezdve igen. Komolyan? Persze. Ha? Neked nem? Anett, Isten hozott a dramaturgia iskolában. Ez a tömörítő mellett rossz hajtó mentében ennyi. Gyorsan túl akarsz lenni ezen az ügyön? Nem. Sietsz, mert fél 8-5 perc múlva. Kezdődik a buja. Uh-huh. Jamaika is rád szerepelt benne. Uh-huh. Hát akkor mondjuk ki, hogyha megvan. Ja, de mondjuk ki három. Persze, hát 1-2-3. Sportszelet. Szelet. Ne. Hát én azt hittem, hogy ez majd... Anett, te csak olvasd, ami le van írva. Jó, van már. Tehát ne izé improvizálgass. Jó, férfiasan tökéletes. Na jó. Ja, ezt már mondtuk is. Igen. És akkor nem tudtam, de egy hallgató leírta. Én kiszállok. Ez valami, megint valami kozmetikum irány. Ugye persze, férfiasan tökéletes. De is tudod, Gyuri találgathat. Én azért tudom, mert leírta egy hallgató, mert ezt mi az előzetesben is véletlenül előttük. Ez is olyan, hogy lehet a tusfürdőtől a borotva habig bármi. Igen. És eléggé szexista egyébként. Férfiasan tökéletes. Igen. Tehát, hogy ez rendesen tökéletes, nem úgy, mint ahogy a nők csinálnak. Mert a belülről jövő szépség az nem az? Mi? Kizárva érzem magam. Ó, Gyuri, belőled úgy fakad a szépség, hogy... Te nem zuhanyoznál? Ott vannak a kövérnők a DAV reklámban, nem zuhanyoznál közöttük? De, én is. Szívesen. Művészetek völgyében elős fordult hasonló. Olyan davos volt a feeling. DAV jobban csúszik. Na? Szóval... Férfiasan tökéletes. Én tudom, tehát azért mondom, Gyuri, ez most abszolút olyatad. Borotva, jól emlékszem, valami ilyesmi? Így van. Csak a márkát kéne... mondani. Azt sem tudom, hogy maga a borotva vagy a hab, én azt sem tudom, hogy melyiket de tök mindegy egyébként, mert a márka a lényeg. Valamit segíts. G betűvel kezdődik. De de miért kérsz az Anettől bármit, ami túl van azon, ami le van írva? Azonnal mondja. Akkor ez a Gilette lesz, nem? G-vel kezdődik. Jó, én nem tudok jól segíteni. Vagy pontosabban jól tudok segíteni, meg csak erre senki nem kíváncsi. Most... Anettel nem mennék bankot rabolni, mert az első kivallató kérdésnél bedobna engem is, meg bármit. Abszolút. Bank közepén elkiáltja magát neked, hogy Háder Gyuri, gyere már segíteni, túl sok a pénz. Te szíjetetlen ez az Anett. Tényleg. Na jó, Anett, remek voltál. Köszönöm szépen. Úgy, ahogy. És mi ez? Az orrodat is tisztítsa. Jó, hát ezt mekkora botrány jó. Volt ebből. De tudjátok a terméket mögé? Igen. Valami cukorka volt. Igen. Valamilyen cukorka. Hát emlékszel a milyen simléderes sapkás kapus által? Arra emlékszem gyerekkoromból, még nagyon kicsi voltam, hogy az egész ország ezt nézte, hogy ez tényleg ennek így kell lenni ennek a reklámnak, hogy azt mondja a kapus, hogy az orrodat is tisztítsa. Szerintem akkor még nem volt ezen fölállva, ez mindenki röhögött. Igen. És akkor egyszer csak jött egy hang, hogy nem, ez azért ne a focistákat, ne tegyük már ilyen helyzetbe, hogy ők ilyenek. Nagyon, annyira beégett ez a sztori, de zseniális reklám volt ezért.
A cukorka volt az. Igen. De, de melyik? Hát márkát keresünk. Hát csak ide van írva nekem. Holsz. Na, én is a Holszra gondolnék, de akkor még szerintem nem volt Holsz. Nem, rossz. De még el sem mondhat olyan, mert megérdemlem, az melyik termék volt. Az a L'Oréal. Nem mondtuk. Nem. Csak az, hogy arckrém vagy. Ki mondta? Én mondtam, hogy kozmetikum. Igen. Igen. De az nem volt a hét kérdésben, az csak ugye pluszba mondtam az elején el. Plusz. Ja, az plusz volt. Na jó. Oké, tisztítsa mindegy is, még maradt három, ugye? Igen. Maradt három, drága a hallgatók, és ugye tudjátok, ez most így szokott működni, hogy ezt ti megfejtettitek egymással versenyben, egy hölgyet és egy urat kérnénk szépen, azaz mindenki egy SMS-ben jelentkezzen, és írja mögé a keresztnevét, csak hogy tudjuk, hogy férfi vagy nő. Gyuri visszahív, kettőt közületek, és akkor amelyikőtök a három kérésből többre tudja a választ, az nyeri a fő nyereményt, amelyet bocsizat, csak komplet csomagot. Így van, 0-20-22-22-122. És 7:30 elmúlt 7 perccel. Na, van közlekedésünk, többen is írják. M1-es, 71-es kilométernél Pest irányába autó a belső sávban összetörve, szélső sávon araszoltunk, rendőr sehol. Tűzoltók, mentők most jönnek a helyszínre, a sofőr az útszérén telefonál. Óvatosan mindenki az esőben. Köszönjük szépen, ez még ugye, amit akkor a reggeli órákban is mondtál, hogy a 67-es kilométernél történt ugye a baleset, és... De itt 71-et ír más is, igen, ez nem igen. Egy másik? Tehát, hogy a 67-estől megijedt a 71-es? És akkor úgy van, hogy az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a 67-es kilométernél, ott történt a baleset, a 71-es kilométernél sávzárásra, torlódásra számítsanak. Aha. Jó, és akkor hogy rendőr még nem ért ki? Hát ez már egy órája is írták. Igen. Furcsa lenne. Na mindegy is, de lehet, hogy már rendőr el is ment, hát a fene tudja. Szerkesztők Gyöngye, drága Gyuri, nagyon boldog névnapot kívánok neked, szeretettel, Margó Nagyi. Köszönöm, Margó Nagyi, nagyon kedves. Igen, nagyon-nagyon kedvesek vagytok. Jó, gyerekek, folytatjuk a quizt, és Anett lesz a kérdés feltevő, megkérve bennünket, vagy őt arra, hogy ami nincs a papíron, azt ne is mondja. És két játékosunk is van. Itt van velünk a Henny. Szia, Henny, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, Henny! Na, eddig te tudtad volna, hogy érzed ezeket a reklámszlogeneket? Tehát, hogy terméket igen, tudtál volna? Ezek mentek, amiket mutattatok. Ügyes vagy. Mert pont még itt a hírek szünetében próbáltuk itt megfejteni, hogy, hogy lehet az, hogy ismerjük, beugranak a képek róla, stb., de a termék a legtöbb esetben nem jut eszünkbe. Hát nem tudom, egyébként ezek tényleg olyanok, mint az addig jár a korsó a kútra, ezt is tudod, mert annyiszor hallottad. És mi akkor valahogy emlékszed, de a termékre nem emlékszem. Nem csak, hogy ugyanígy egy szlogen megmarad a fejedben, igen. Csak pff, termék. De persze. Arra való a szlogen, hogy valahogy tudatosítsa benned a terméket. Na jó, Henny, itt van az ellenfeled, Noel. Szia Noel, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Szia. Noel! Mondjad? Mondom, szia Noel! Ja, bocs, csak Henny köszöntött téged is, így van. Ja, oké, szia Henny. Na, Noel, te hány éves, olyan fiatalos a hangod? 30. 30? Oké, azért már a reklámtortából te is eleget láttál, ugye? Igen. Rendben. Neked, tőle is megkérdezem, neked hogy ment volna az előző hét kérdés? A felemen nagyjából. A felemen, aha. Oké, okay, hát nem húha, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Jó, Henny, Noel, a játékszabályok azok, hogy Anett elmondja a szlogent, és akkor amelyikőtök előbb mondja a helyes terméket, tehát ugye ez többnyire márkanévvel, az kapja a pontot, jó? Oké. Mehetünk? Igen. Anett, tessék. Bizonyíték, nem ígéret. Én se tudom, bizonyíték, nem ígéret. Pedig... Igen. Henny, Old Spice. Én azt hittem valami mosópor. De mit kell ott bizonyítani? De Old Spice-ról mit kell bizonyítani? Hogy tiszta marad a hónaljad? Hát, hogy illatos marad. Illat, hogy... Igen. De az mi? Hogy ő nem csak ígéri azt, hogy ez működik, ezért hanem kéne ez... mosószernek lenni. Hogy nem csak ígéri, hogy kiszeri a foltot, hanem van bizonyíték rá. Hát az Old Spice-ról mit lehet bizonyítani? Hogy illatos marad a férfi. Hát gondolom erre vonatkozik. 12 óra meló után is bukik a nő rád. Mit tudom én? Valami ilyesmi. Ugye ezen te is röhögsz, Noel? Ilyen nincs. Igen. 12 óra meló után nem bukik rád a nő. Nem, biztosan nem. De mivel foglalkozol, Noel? Egyébként cégvezetője vagyok egy üveges cégnek. Oké, de... Annyira nem érek haza izzadtan. Jó, ez a lényeg. Tehát akkor még rád bukhat is a nő 12 óra munka után. Akár. Hát akár, igen. És akár. De nem használok Old Spice. Az üveges cégnek van szlogenje? Nincs. Jó, oké. Jó, nem, én, mint egy építőipari cégnél, mert hogy szeret mindenki szlogent csinálni, nem csak a nagymárkák, például olyat hallottam, hogy a nevében a minőség. Azóta neve, hogy Kovács.
De nem, ez valami, valami nagyobb márka név a nevében a minőségnek. Ők ezt használták. Ja, használták. Kovács nevében. Henny, te párod mivel foglalkozik? Az én párom? Érintésvédelemmel. Az árammal összefügg? Igen, igen. Jó. Oké. Okay. És milyen 12 óra meló után a szaga? Hát figyelj, 12 órát nem szoktak dolgozni. Oké. Okay. Na jó, gyerekek, megyünk tovább. Anett, mi a következő? A minőség a legjobb recept. Jó, valakit hívnak. Uh-huh. Hát ez tipikusan az, amit ismerünk, de tippem sincs. A minőség a legjobb recept. De még Dr. Oetker. Nagyon ügyes. Jó, valaki segített Henninek, ezt vágom. Nem, ez a puding. Mi? A puding. Ez a puding reklám. Rendben, de most hívtak téged, és elmondták a megfejtés, nem baj? Nem. Aha, te ezt magadtól vagy. Magam gépeltem be a Google-be. Googlistad? Nem. Egyszerűen beugrott? Igen. A minőség a legjobb recept, Dr. Oetker. De mindegy, hát nem volt ez rossz sem. Sokat szoktam sütni. Persze, most már hazudsz. Hát kérdezd meg kolléganőjeimet. Jó, van, adj egy számot. Majd ezt műsoridon kívül, jó? Jó. Noel, ez a Dr. Oetker ment volna, amíg lesz egy kis idő? Nem ugrott volna be. Nem ugrott volna be. Ha lett volna egy kis idő, még akkor googlizok. Akkor googlizol. Na mindegy, ez nem jelenti azt, hogy nem nyertél semmit, mert választhatsz, Noel, hogy a bocsi zacsiból magát a zacsit kéred, vagy a bögrét kéred. Nem két kérdés volt? De már nem fog nyerni. Egyébként van, ja, bocs, van még egy kérdés, hülye vagyok, igazad a Laci. Becsületpontért mehet. Becsületpontért menjen, oké. Okay, mi a? Gépek sok szeretettel. Ez egy áruház lehet. Nagyon jó. Áruház? Nem. Én tudom. Én is tudom. Csak nem tudom. Tudom, csak nem tudom. Én is tudom. Henny, neked van ötleted? Gépek sok szeretettel. Én gondolkozok rajta. Azért a reklámszakértők ugye eltöredik a fejüket, hogy mit rontanak el. Nem? Tehát ez annyira jellemző, szerintem mai napig van a reklámblokkokban, és nem tudjuk... Euronics. Így van. Noel. Most már becsület... Nem tudtam volna. Becsületpontod is van. Na, Noel, akkor most választhatsz, ugye 2-1 az állás Henny javára, most választhatsz, hogy egy zacsit kérsz, vagy egy bögrét kérsz, vagy egy baseball sapkát. Egy baseball sapkát. Oké, okay, ez a te ajándékod. Henny? Neked pedig igen? Egy teljes csomag, tehát bocsi zacsi, baseball sapka és a bögre, mint a tied. Nagyon szépen köszönöm. Mi is köszönjük. Gratulálok, Henny. Köszönöm. Hát sajnálom, hogy nem nyertél. Mert hogy sajnálod, most már ne az úgy állj. Majd ezt adások kívül. De majd megközelebb. Jól van, most biztatod is. Rendben van, jó fejek voltatok. Henny, Noel, mind a kettőtöket. Anett még visszahív ma, és utána megy a buja hétvégére. Ez lesz az utolsó pillanat, amikor átok teszi a telefont, amíg még érintetlen, és aztán... Akkor már nincs érintésvédelem. Köszönjük szépen. Én még Gyurinak szeretném üzenni, hogy nagyon boldog névnapot. Nagyon szépen köszönöm. Jó, elég ebből, tényleg elég. Most kezd sok lenni. Igen, kezd sok lenni. Noel, Henny, köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Még közös fotót is csináltak volna, ha adjuk. Persze, minden. Tehát ez le kell, a potméter jó barátom ilyenkor, egyszerűen bim, le kell néha húzni, mert még mondtak volna mindent. Én szüli napomra minden, is, persze. Meg igen, tanácsokat utolva, a buja hétvégére. Jól csak a szívével lát az ember minden. Bölcsességeket így van. Jó, Hungary Machine, és akkor itt még nagyobb a tét. Bizony, ugye? Mert hogy egyrészt ugye a Bocskor 6X eseményre adunk páros belépőket, és még kiegészítésképpen egy páros bérletet a Gyulai Pálinka Fesztivál. M1-esen történt baleset kapcsán írják, hogy nem Anett, a BMW pontosan a 71-esnél áll. Zsarumentő, tűzoltó és katasztrófavédelem már kint van. Egy másik SMS azt mondja, hogy 2 baleset van az M1-esen, az 51-esnél és a 72-esnél. Köszönjük szépen az információt, akkor most már lassan összeáll a kép. Igen. Nekik is, igen, a Lambériás irodában. 10-ig meg leszünk vele, hogy mi volt reggel 6-kor. Igen, na. Jó, akkor játszunk egyet. Vivien van velünk. Szia, Vivien, jó reggelt. Vivien, jó reggelt! Sziasztok. Hol vagy, Vivien? Nem jó reggelt! Jó reggelt! Nem hát ott? Most éppen úton vagyok a kórházba, megyek vérvételre. Így gyomorra? Igen. És indexelsz, Vivien? Igen, félreálltunk. Ja, jól van, oké. Okay. Jó, és megkérdeztetem, hogy miért kell vérvételre, vagy inkább hagyjuk ezt?
Hát igazából kisbabát várok, és azért megyek. Na jó, akkor ez egy jó hír, így van. Akkor jó hír kapcsán. Vivien, kezdjük el, mutatjuk neked a dalszöveget, és ugye vagy a címet, vagy az előadót kéne megmondani. Ha bizonytalan vagy, óvatosan kérdez, akkor ne kérdezz rá, mert akkor az már érvényes válasznak számít, és akkor segítünk, jó? Jó, jó, rendben. Oké, figyelj! A törpe, a colos, az Artúr és az őslakos, az összes hangot tudják a billentyűn, és ha olykor-olykor süket vagy, mégsem vagyunk összekevert arcok. Ez jó, meg annyi szinoníma. Hát figyelj, ez 70-es évek, ha jól tudom. Vagy 70-es, igen. Igen. Ez egy zenekar, annyit tudok segíteni, az egyik legnagyobb magyar zenekar, ma már sajnos nem létezik, de mi játsszuk ezt a dalt is egyébként. De... És az eleje a fontos, ott ez a felsorolás. Uh-huh. Mert az már gyakorlatilag a cím lenne. Mutatom még egyszer, jó? Jó, Vivien, mutatnám. Köszönöm. Jó. A törpe, a colos, az Artúr és az őslakos, az összes hangot tudják a billentyűn, és ha olykor-olykor süket vagy, mégsem vagyunk összekevert arcok. Ez a három betűs? Három betűs, oh. Így van, nagyon jó. Akkor az LGT? Igen! Jól van, Vivien. Ki segített ott neked? Mert hallottuk, hogy volt valaki. Jó, jó. Hát a párom egy kicsit. A gyermek apja, remélem. A párommal vagyunk éppen. Igen. Jó, oké. Okay. Figyelj, itt van a két nyeremény, ez az egyik, a meghívóm a Bocskor 6X-re. Gratulálunk! Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a Bocskor 6X exkluzív születésnapi eseményre május 22-ére. És hanyadik hónapban vagy hétben? Negyedik hónapban vagyok. Negyedik hónap. Akkor a párod fog inni, ugye, a Gyulai Pálinka Fesztiválon. Igen. Hát... Ide is van meghívótok. Gratulálunk! A nyereményed egy páros bérlet a május 17-e és 19-e között tartandó Gyulai Pálinka Fesztiválra. Jó móka lesz kísérni a párodat, legalább akkor tudsz vezetni. Tök jó, nem? Hát az apák úgy is berúgnak a terhesség alatt sokszor, a születéskor nagyon, és utána meg bánatukban, hogy az asszony nem engedi közel magához még egy pár hónapot. Pár évtizedet. Igen, valaki soha többet. Vivien, eljöttök a 6X bulira? Az május 22-én lesz a budapesti kongresszusiban. Igen, elmegyünk. Igen. Jó, helyes. Oké, lesz még bocsizacsi benne, baseball sapka meg bögre, tehát most tényleg annyi mindent kaptok, és Anett fog keresni benneteket, jó? Hogy elkérje a címeteket. Szépen köszönjük. Mi is. Köszi, jó vérvételt, meg mindent. Szép napot. Szia. Köszönjük. Hello, hello. Szép ciao. Napot. Sziasztok. Na. Ez a legjobb elköszönés. Jó vérvételt. Hát figyelj, arra persze. Mennek, de jó okból. Egyébként megint volt egy késlekedés a telefonban. Ezen törtem végig a fejem, hogy késlekedés volt, vagy titokban kihangosítva. Nem, itt volt egy késés, tehát reakcióbéli késés volt. Szerintem kihangosítón is voltak, de nem attól késett. Jó, jövünk vissza, gyerekek, hát ez nagyon-nagyon, én nagyon bírom azt, amikor valakinek, ugye most zenei előadónak az életművéből készül egy film, úgy, hogy tematizálva, ugye ott vannak benne a dalok, de nem feltétlenül arról szól a cselekmény, amiről a dalok, de hogy például Mamma Mia ilyen, abba dalaival. És most itthon is lesz egy film, egy ilyen film, és szerintem nagyon-nagyon jó előadóhoz nyúltak, mert hogy Demjén Ferencről van szó. Pontosan, Demjén dalaival csinálnak egy mozifilmet, tehát már készületben van, nincs elkészítve még egy mozifilmet, és Demjén Rózsi dalokkal lesz, ugye feldolgozásokkal lesz ez teretűzdelve, és hát itt a főszereplők például Ember Márk, akkor Bras Bence, Király Marcell, Medvecki Balázs, Marics Peti, ők szerepelnek többek között a filmben, és ugye a Demjén dalokban is.
Igen, és most egy új dal, egy új feldolgozás az, amit meg tudunk nektek mutatni. Így van, az El kell, hogy engedj, ezt ők énekelték fel, ugye Marics Peti is többek között, a refrény az így szól. Meg fogjuk mutatni már az egész dal, de hogy az kezdődik, tehát én emlékszem az eredeti dalra, ugye az V-motorok volt, és ahogy kezdődött, ugye gitárral, dobbal, de hát akkor másképp kevertek hangokat, ezt nézzétek meg, hogy ez most ma, hogy szól ez a mai gitár, mert én leszállt a fejem, komolyan. Nem akarom lelőni. Szerintem százszor is mondhatod. De baromi, tényleg baromi jól szól. És rengeteg Demjén dalt át feldolgozva, és Marics Petit hívjuk nem sokára. Egyrészt a dal miatt, másrészt meg ugye nem csak a hangját adja ez a filmhez, hanem ő játszik is benne. Így van, tehát színészkedik is, a hangját is adja a dalokhoz, és ez egy tök új projekt. Én nagyon kíváncsi vagyok egy ilyen fiatal művésznek, mint a Peti, például a Demjén dalok mit jelentenek? Tehát, hogy ő esetleg a szülők hallgatták-e, és akkor ott kénytelen kelletlen, vagy ő, ahogy a zenei pályafutása alakult, beleütközött, beletalálkozott Demjén dalokba. Demjén Rózsi nem nagyon szereti a feldolgozásokat. Ők találkoztak-e? Mit szóltak ehhez? Hogy kell hozzányúlni egy ilyen dalhoz? És amit a Laci mondott, ez a színészkedés, ez egy teljesen új történet. És az egy nagyon nehéz dolog, reméljük Marics Petinek jól megy. Igen. Én is remélem, hogy jól megy. Ezt akartad mondani? Ha jól megy? Nagyon bízunk benne. És ezt el fogod neki mondani? Remélem, jól fog menni ez a színészkedés. Ó, nem, Peti. Ne, vagy, ha itt van, akkor nem mondom. Köszönj el így majd. Igen, olyan magabiztos, nagyon sok műsorvezető, hogy nincs jelen az alany. Igen, nem, de te beszélsz vele, hülye. Én nem fogok, hülye. Na jó, szóval imádkozzunk Marics Petiért, nem azért, hogy jól legyen a színészi teljesítmény, azért, hogy felébredjen. Tehát ő egy éjszakai embernek tűnik a szememben, nem tudom milyen egyébként. Abszolút, úgyhogy most, hogyha befejeztük, én megkezdem az ütemes hívogatását. Ez az instrukció, hogy ütemesen hívogat? Igen, folyamatosan, mintha ilyen újraélesztés lenne, tudod. Jó, egyébként most őt látom a TV2-ben is szerepelni, és a Valmár másik fele pedig az RTL-en van? Igen, most megtudom. Össze lehet hasonlítani a két csatorna öltözőit. meg hogy milyenek amúgy a partik, amit rendez a TV2 így backstage, vagy aha, nem csak backstage, igen, hanem úgy szokott-e, és milyenek a nagy RTL-es bulik, amire senki nem kap meghívó, csak aki választotta. Ezekről lehet, hogy dumálnak erről. Biztos vagyok benne. Na milyen az új meló? Tudni lehet. Milyen az új meló? De öltöződben is van Robi. A programigazgató meghívott a házába? Tehát, hogy... De lehet ilyen, nem? Ezek is érdekes kérdések. Hogy? 8 óra 10 perc, jó reggelt, szevaszok, drága hallgatóink, itt vagyunk, és itt van Laci is. Jó reggelt kívánok! Hello Gyuri, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Boldog névnapot amúgy. Nagyon köszönöm. Hello Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Indul a buja hétvége, már csak 2 óra. Igen, jó, látom. És mehetsz, és az lesz, figyelj, ez a leopárd cucc, ez nagyon menni fog. Esküszöm, hazamegyek, és leveszem. Mert... Hát persze, és aztán hát maradj így. És aztán hazajön a borászgazda, és aztán kezdődik. Csukd be a szemed, ennyi. Leopárd szelidítés. Na, gyerekek, szóval, beszéljünk arról, nagyon divat egyébként világszerte is olyan filmet készíteni, amiben mondjuk egy zenész, vagy egy zenekar életműve kíséri végig a sztorit. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a sztori arról szól, amiről a dalok szólnak. Egyik legjobb példa a Mamma Mia az Abbától, illetve Abbával. Abba dalokkal, igazából. Ugye a Meryl Streep, Pierce Brosnan, Görögsziget, nem tudom, és abban a szerelmi történetben szépen beleszőtték az oda passzoló dalokat. Így van. Akkor ott volt a Made in Hungária, bár az fenyő sztoria volt, igen, de én voltam például Londonban a Queen We Will Rock You musical-t láttam. A sztorinak nincs köze a Queenhez, de Queen dalokkal van teletűzdelve, fantasztikus egyébként. És valószínűleg ennek köszönhető, hogy az egyik legnagyobb dalszerzőnk itt Magyarországon dalait használták egy zenés vígjátékhoz, illetve használják, mert ez a film még nem készült el, csak készülőben van. És ez nem más, hát neki tényleg van életműve, és a dalai, azt hiszem, hogy mindenkinek mondanak valamit, és mindenkihez szólnak. Ugye Demjén Ferenc dalairól van szó. A film címe pedig Hogyan tudnék élni nélküled? Oh. Ah, igen.
A sztoriról annyit tudunk, hiszen ugye még nincs kész, hogy a Balatonnál játszódik, 90-es évek, szerelmes hangulat, szóval nagyjából minden adott, hogy tuti befutó legyen, meg a szereplők is adottak, mert a férfi főszereplők Marics Peti, Ember Márk, Bras Bence, Medvecki Balázs, Király Marcell, és ez decemberben lesz kész ez a mozi. Na, de hát ugye a dalokat előbb-utóbb fel kell venni, ezek mind Demién dalok, és most debütál az egyik, amelyen egyébként az említett szereplők énekelnek, és ebből most meg fogjuk mutatni majd a beszélgetés végén az egész dalt, de itt a refrént hallgassátok meg, az El kell, hogy engedj. Nem ez az egész, elnézést, ez a refrén. Hát utoljára ezt Aut Csilla pár napuha hangján hallottuk, ugye túl azon, hogy a V-motorokat persze néha halljuk, de ez azért komoly, és annyira jól szól a gitár benne, a dob úgy szólt, de mint egy Queen felvétel egyébként. Iszonyatosan mai egyébként. És hát ugye ők éneklik, többek között Marics Peti is, aki viszont színészkedni is fog ebben a filmben. Tehát egy csomó kérésünk van, hogy mitől parázik jobban, reméljük, hogy még ébren van, mert itt van a vonalban Marics Peti, ciao, szia Peti, jó reggelt! Szevasztok, jó mindenkinek! Ó, szét van csapva a hangod, basszus Peti, mi történt? Nem, csak hát ugye egyes, hogy most keltem, de ez rég. Ez. Hozzátok fel, így megküttetés lehetek kelni, de amúgy most én vagyok Rómában pont. Rómában vagy? Igen. Oda ment volna az Anett kollégánk buja hétvégére Rómába. Hát ezek szerint azért nem vagyok ott, mert te ott vagy. Mi van? Ez miért zárja ki egymást? Nem. Útközön megijedt. Na jó, egyébként Róma buja város? Igen. Hát ez egy elég rendben van ez a város, igen, és szerintem azért úgy el lehet lenni. Mi most meccset nézni jöttünk ki, és ez így igazából ennyibe ki is fulladt. Úgy, jó, hogy... hát ennyit a bujaságról, Peti. Igen. Milyen meccs volt? Hát Róma-Bologna volt, úgyhogy azt megnéztük, sajnos nem feltétlenül jó irányba dőlt el az, de utána volt, másnap is kiderült még egy olasz kupa meccs, azt is megnéztük, úgyhogy ezt most ugye srácokkal így kihúzogattuk, mert már nagyon rég akartunk jönni Róma-meccsre, nagyon szeretjük a Rómát, aztán igazából holnap már, vagy ma is megyünk már vissza. Jó, de nem, azért kérdeztem, mert a Rómának egyik legnagyobb drukkere, akit én ismerek, az Damiano a Maneskin énekese. Az Budapestre is eljött a Róma miközé. Nem volt ott a csávó? Hát azt nem tudom, azért ennyire vízszektorban nem ültünk, tudod, hogy szerintem vele találkozzunk, jó helyünk volt, de nem találkoztunk vele sajnos, de igen, én azt már én is láttam, hogy a Maneskin frontember az nagy rómás, úgyhogy jó. Meg tudod mi? Meg most ő lett a Maseratinak az arca. És azt kívánom egyébként ilyen magyar tehetségeknek, mint például te vagy, hogy egyszer kössetek egy ekkora dílt, hogy egy Maserati vagy valaki kössön veletek egy dílt. De mindig valamilyen olcsó japán sportautót kaptok. Hát minden álmot én azt mondom. Én ezt álmodom neked, Peti, egy Maserati legyen a Petié. Legalább 2 évre. Jó, ez nem jutott el Rómáig. Peti, itt vagy még? Itt. Jó, beszéljünk a lényegről. Figyú, mi a nagyobb para egyébként most erre a filmre rátérve? Elkezdeni színészkedni, vagy Demién dalokhoz nyúlni? Mert ugye az is egy veszélyes terep. Tehát mitől tartottál jobban? Zából, nekem már ilyen ennél jóval kisebb színész munkáim voltak. Ilyen sorozatokban voltak ilyen kisebb megjelenésem, úgyhogy igazából nem volt teljesen idegen ez a szakmai ágazat. Úgyhogy én egyébként annyira nem tartok attól. Szerintem nagyon jó a színészi gárda itt, és nagyon jó az összhang a fiúk között, úgyhogy ha esetleg én valamiben nagyon zöldfülű is leszek, akkor valószínűleg hárman segbe rúgnak, hogy ezt így csináld inkább egy kicsit esikém. Úgyhogy azzal szerintem nem lesz probléma, hogy egy tök jó hangulatban és lehetőleg profibban legyen ez felvéve. Aztán hát igen, ezek legendás dalok, de egyébként visszamentünk egészen odáig a gyökerekig, hogy legendás
művészekkel vettük ezt fel, és a mennyiséghoz kimentünk mi is, nem is tudom, a új város vagy hol volt a felvétel, úgyhogy azért ott is kaptuk szépen a szakmai tudást rendes. A nyakunkban, amikor 15-ére vettük fel azt a sort, hogy még mi az, amit bele szeretnének ott hallani, nagyon részletesen, nagyon profin kellett ezekhez hozzányúlni, és egyébként nagyon élvezetes is volt, úgyhogy amúgy én egyiktől se tartottam igazán, meg nem tartok, inkább várom, meg nagyon izgatott vagyok, hogy ezt láthassák, meg mi is minél jobban is belemerüljünk, mert még így a forgatás ugye most fog elkezdődni így komolyabban nekem. Hát igen, mert ugye az nyári, úgy tudom. De a Damien dalokra visszatérve, te például hol találkoztál velük, hogy nem te korosztályod zenéje ez elsősorban, hol találkoztál Damien dalokkal? Először inkább a szülők hallgatták, vagy elkerülhetetlen volt, hogy így a zenei pályafutásod során Damien dalokhoz is nyúljál, vagy legalább meghallgass. Tehát neked volt ilyen előéleted Damien dalokkal? Hát ez szerintem először otthon, nyilvánvalóan, ahogy pörgött a rádió, azért ott jöttek szembe. Uh-huh. De azért szerintem, ahogy így nőttünk fel, ez még nem annyira tudatosult bennünk, illetve nekem ugye a zenéhez nem volt szorosan közöm egészen az ilyen 20-as évekig. Uh-huh. 20-as év. Ne próbáld meg, 20-as éveim meg mekig. Igen, egészen. 20-as éveim mekig. Igen, na ez kereste. Na ez a szó. Úgyhogy nekem utólag volt az, hogy nekem így szépen egyre jobban letisztázott, hogy ó, ez a rohadt nagy sláger, és az önövéhez fűződik. Úgyhogy nyilván azért otthon ez pörgött a rádiókban, és akkor szerintem utólag kezdett el így kikristályosodni, meg utólag kezdtem el én ezt kötni hozzá emberileg. Egyébként én emlékszem még régen arra, és most nem mondom meg, hogy ki nyúlt Damien dalokhoz, mert volt egy pár, és a Damien Rózsi egyáltalán nem örült ennek. Tehát ő nagyon-nagyon fikázta azt, hogy milyen volt ez a feldolgozás, vagy az a feldolgozás, tehát abszolút nem volt ebben gátlásos. Ti tudtok-e bármilyen reakciót Damien Rózsitól a ti feldolgozásaitokra, vagy esetleg találkoztatok-e is vele? Hát ez igen, ez mindig veszélyes terep, nagy klasszikusokhoz hozzányúlni, hogy mi fog kisülni belőle. De hát ugye például volt egy Halott Pénz feldolgozás is. Mm-hmm. Ú, tényleg? Az gáz volt. Darabokat történt. Hát azért az úgy jó durant, nem? Hát eldurant, mert olyanok hallgatták, mint a Gyuri, a kollégám, aki 20 éve fiatal. Azért durant, náluk, azoknál durant, de az nem durant, az szar volt. Jó volt, Peti? Jó. Na jó. De várjál, de bocs, szavalni, és utána meg valakik éneklik a refrént, tehát ez azért nem művészet. Ez az egyik verziónak az egyik filmről, ez egy szép nyers. Jó, egyébként vicceltem, nem volt szar, visszavonom. De azért szerintem úgy nagyon sok magyar szívesen hallgat újra, és mondjuk nagyon sok magyar így ismerkedett meg újra ezzel a dallal, aki mondjuk úgy nőtt fel, hogy még a Damien-es verzióban már nem nőtt ugyanígyba bele, szerintem. Tehát, hogy ez azért nem volt egy rossz ötlet ilyen szempontból. Mondom, mi ott a mennyiségkel vettük fel, Mennyhárt Jánosékkal, akivel... Hát aki a gitárosa volt ugye a V-motoroknak. Igen, úgyhogy azért ott volt, mondom, szépen részletezés, tehát hogy ott azért itt ezt nem nagyon akarják megengedni, szerintem, hogy egyik dal se úgy szóljon, hogy ne tetszen a nagyfőnököknek és az igazi szerzőiknek, úgyhogy én remélem, hogy itt azért nem az lesz, hogy a háttérből azt fogok hallgatni, majd, hogy miért engedtük meg, hogy hozzányúzzanak. Na jó, de ahogy mondod, Mennyus azért az garancia, és a Rózsival dolgozott 1000 éven keresztül, és tényleg visszaszívom, elnézést a Halott Pénztől, csak a poén kedvéért mondtam, hogy szar, nem volt az annyira szar. Bocsánat, rá kellett volna ugorjak kicsit. Igen, meg kellett volna védened. Á, mindegy, most már így alakult. Most már ott maradt középen. Figyú, kit játszol a filmben? Ez egy ilyen, nem tudom, hogy mennyit mondhatok el erről. Mi annyit tudunk, akkor én mondom, hogy mit tudunk, annyit, hogy te egy hódító csávó vagy ebben, az helytálló? Hát van egy ilyen zenész band, és akkor igen, én vagyok mondjuk a legcsibészebb alak ebben a
a zenészbandában. De most a szerelem terén vagy csibész? Tehát, hogy egy megbízhatatlan szerető vagy, egy csajozógép, vagy inkább egy ilyen szerelmes típusú valaki? Nem, a szerelmesség, szerelmes verzit meghagyjuk szerintem az embermáknak, majd nagyon jól fog menni. Én inkább az leszek, aki kellemetlenül köszönöm reggel majd a csajoktól szerintem. Oh, tehát nagyjából, nagyjából ahogy az élet, ugye? Hát félig meddig van kapcsolódás, igen. Én is látok pontokat, de azért így. Hát nem, igen, igazad van. Figyú, most azt látom, hogy a társad, Milán, ő az RTL-nél kapott munkát, te meg most a TV2-nél dolgozol, ugye? Uh-huh. Igen. Jó, nem, ha szoktatok-e, mert ilyenkor ki lehet dumálni a másik csatornál? Tehát, hogy mit tudom, mi van bekészítve hátul az öltözőbe, szoktak-e privát pulik lenni, nem tudom, programigazgatóknál? Ilyeneket meg szoktatok dumálni? Hát ugye azért elég friss a Milánnak, mert ha jól tudom, akkor azt se kezdődött el. Ja, azt se kezdődött el. Igen, úgyhogy ott úgyhogy még sok tapasztalata nincsen. De egyébként már mind a ketten fordultunk meg annál a csatornánál is, mert volt olyan műsor, amikor ilyen kisebb szerepre beugrottunk oda. Úgyhogy egyébként nem idegen az a környezet se, illetve ott is a legtöbb szakembert ismerjük, akik ott dolgoznak, úgyhogy ilyen nagyon nagy kulisszatitkokat valószínűleg nem fog már elárulni nekem. De én már tudod, miben mérem, melyik rádiónál milyen ajándékot kaptam. Tehát én ezt nézem. Itt például most kaptam egy üveg Dom Perignont, az egész jó. Tehát az úgy már valami. Valahol nem kaptam egy vizét, egy egri bikavért sem. Uh-huh. Minden, hát, ez az enyém. Velünk kedvesek, mindig adnak hátra egy kis pezsit. De milyen pezsit? Ez a lényeg. Ja, én azt már sosem nézem, csak csapjon fejem. Én még ott tartok, hogy nekem több minden. Jó, igazad van. Én meg a Lafayette-ben áttartok, nekem az is tökéletes. Nem baj. Fiú, el fog jönni Peti a Dom Perignon igényed is, hidd el. De ez nem... Fiú, visszatérve most még mindig erre a projektre, hogy gondolom, hogy nyáron nektek a Valmárral is tele a naptár, plusz forgatás. Ezt akkor hogy fogod csinálni? Hát igen, nem lesz könnyű. Ezen dolgoznak folyamatosan a háttérben körülbelül négyen szerintem, hogy összelegyenek egyetett az időpontok, mert tényleg nagyon sűrű nyár lesz. Hát illetve még ezen a kettő dolgon kívül is lesz más is talán, úgyhogy nem lesz könnyű ezeket összeholozni, de rajta vannak. Tényleg az van, hogy folyamatosan a tévétől is, aki egyből megtudja, hogy mikkel kéne számolni majd gyáron, illetve a filmtől, illetve onnantól kezdve a bookingosunk, ők összedugják a fejüket folyamatosan. Van egy közös naptár, amiben mindenkinek van belátás, és akkor ott próbálják megoldani, hogy ne legyek el semmit a lehetőséget, van mindig a legfontosabb megtörténjen. Na jó, hát fiú, kívánunk neked a legjobbakat, vagy kívánjuk neked a legjobbakat, és jó utat hazafelé. Tök jó volt beszélgetni, sok sikert, nagyon jó srác vagy tényleg, és sok sikert a filmnek is, meg mindennek. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, bocsánat, hogy meg nagyon korán volt az agyamnak, nem kellett. Ne viccelj, így vagy szórakoztató, hidd el. Na jó, van. Jó bulit. Ez nem buli, ez egy rádióműsor, ember. Azt a szócsit. Jó, oké. Megy a zene, köszönjük szépen, és lejátszuk az egész dal. Ciao, szia. Marics Peti. Ez miben van? És akkor tök jó fej. Abszolút. És ahogy ígértük, akkor jöjjön az El kell, hogy engedj, ugye Marics Petivel és a többiekkel, és Menyú stúdiójában akkor feltételem, hogy a gitárt is ő játszott, amit nagyon-nagyon dicsértem, hogy eszméletlen jól szólt. A filmből ez az első dal. Nézzük, mit írnak a hallgatóink. Bocsi, sose csipáztam a testvéredet, Marik Petit. De ezt a nótán nagyon eltalálták, nőmben 4 fok üzeni, állati. Erre még Rózsi is szaltózik, egyet üzeni Laca Biáról. Ez a kis csávó nagyon szimpatikus, fiatal és ambiciózus, és irigylésre méltó, hogy ilyen ikonok dalait dolgozza fel profi módon, várjuk a filmet. Igen, itt többen énekeltek, tehát a Peti csak egyet sort énekel, csak nem tudom, hogy ki tudtátok-e venni. És ez szólt jó, ízléssel nyúltak hozzá, és a hangszerelés abszolút nagyot üt, nagy kozári fuvaros. Ketten voltak, akiknek nem annyira tetszett, de hát ez így van rendjén. Jó. Na, Magnánál csináltunk egy ilyet, és szerintem ezt most megcsináljuk Demiennel is. Szerintem simán. Hát van miről beszélni, ugye annyi dalról, ugye Demién esetében, hogy mi az a dolog, ami téged ahhoz a dalhoz kapcsol?
Tehát, hogy milyen emléked van, ami egy-egy dal, egy Demjén dal neked nagyon fontos. Így van, tehát gyakorlatilag azt az egy Demjén dalt írd meg, amely, ahogy a Laci mondja, valamilyen emlékhez kapcsol. Ez lehet nyilván több esetben pozitív emlék, lehet egy simán egy sztori, lehet egy kép, amiben voltál, lehet egy a pároddal valami, akár lehet egy szomorú esemény is, tehát írd le a dalt, és az eseményt, vagy azt a gondolatkört, amihez te ezt mindig is kapcsolod, ezt a Demjén dalt, jó? Ez érdekel bennünket, 0-20-22-22-122. És Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! És 3.902 perc múlva, hát gyerekek, ahogy sejtettük egyébként, Demjén dal és hozzá emlékképek, a legjobb párosítás. És rengeteg. Rengeteg, tehát megszámlálhatatlan. Nyilván olvasok most egy párat. Sajtból van a hold, királyrét, nyár, szerelem. Oh. Valakinek a sajtból van a hold. Aztán árnyék és fény, az esküvőnkön szólt ez a Demjén dal, Laca Biáról. És hányan esküvőről? Aha. Idéztek be Demjén dalt. Aztán Demjén dal, most ne néz így rám, mindennél többet mond, imádom Puszi Kata, bár Kata nem mondott hozzá sztorit. Aztán van úgy, hogy kell egy féktelen éj egy megfelelő idegennel. Oha! Csak aláírta Pisti, valószínűleg ez az arszpoétikája. Van még ehhez, barátnőmmel voltunk Demjén koncerten, és a kedvencünk a féktelen éj. Ő tényleg hazavitt este egy megfelelő idegent, üzeni Mónika. Elmentek Demjén és a barátnője meg valakivel. Itt a bizonyíték, hogy működik a dal. Igen. Demjén, most kell eldöntenem című száma volt az esküvői indulónk. Aha. Elment a vándor. Fél méterre ültem egy ládán a dobogó előtt. Rózsi olyan átéléssel énekelte, hogy tartottam a vándortól. Sziasztok, Szabadság vándorai. 1993, Görögország, nyaralás, kisbusz, haverok, csajok, ezerrel ment a kisbuszban. Ez Batka üzente. Akkor sziasztok, most kell eldöntenem, volt a nyitótáncunk dala az esküvőnkön 2004-ben, Takács Roland. Sziasztok, Istenek, az első VHS, ami rólam készült, amikor a tévé előtt kb. 2 évesen egy sárga műanyag szakszofonon tolom a Sajtból van a hol című számra. De jó! Legendás felvétel, gondolhatjátok, az elmúlt 35 évben hányszor került elő, olykor nem a megfelelő pillanatban. Anyám trollkodik vele a mai napig. Szép napot a prágai lány. Igen, valószínűleg anyát csak azért tartja a VHS lejátszót, hogy ezt mindenkinek meg tudja mutatni. De az egyébként, hogy tényleg így a családi történelembe így teljesen bekerült a Demjén dal, nem? Tehát, teljesen. 2 éves gyerek, kis szakszofon, és ott szól hátul. Nagyon jó. Szerelem vonat, 1990-ben az utcán vonatoztunk éjjel a Lagzinkon. Ha hallom, ez mindig eszembe jut, négytengelyes Szilárd. Igen, ezt akartam is mondani, hogy itt a most kell eldöntenem mellett, szerintem a szerelem vonat biztos, hogy jönni fog ilyen Lagzis helyzetben. Rózsinak üzenem, itt erre a feldolgozása. Rózsinak üzenem, nagyon szeretem, de ha ebbe is beleköt, akkor nála nagy baj van, mekkora lendület, mekkora dög, jó Isten. Szerintem is jól nyúltak a dalhoz. Sziasztok, a szerelem első vérig a kedvencem. Még ma is mosolygok, ha meghallom. 14 éves voltam, úszótábor Szlovákiában, és életem első csókja egy német sráccal. Szuper tábor volt Évi. Igen. Hirtelen ennyi, de rengeteg van még. Ez csodás. Ez tényleg az. Jó, fogok még ilyeneket felolvasni, mert annyira jó ezek az életképek, amelyek párosulnak egy-egy Demjén dallal, dalhoz. De hangcsapdázunk addig is. Így van, és páros belépőt adunk a Bocskor 6X születésnapi eseményre a Kongresszusi Központba, meg tudjátok, hogy most tudunk adni a Gyulai Pálinka Fesztiválra is páros bérletet. Itt a hang. Ternek a máshogy ne tessem észre, de ők valami leszem. Vagy a hangja, ami valamit ilyet, valamit úgy gondolt, mert úgy tömegvem csani, vagy te ért, mert de kell ér, vagy az élok randul, ha látszá, úgy hogy jön, vagy úgyis. Jaj, de szeretem a hangját. De szerintem ismeritek ők is egyébként, például szinkronban is nagyon sokat lehet hallani. Mm-hmm. Jó. Többet nem mondok. Hajrá, 0-20-22-22-122. Ki buliban énekeltem egy lánynak, aki inkább kivette a mikrofont a kezemből és megcsókolt. Azóta alkotunk egy párt. Viktor. De romantikus. Ez a ne énekedj már. Inkább a csók. Annyira szörnyű, hogy fog be, igen, nagyon jó. Évszakok, hát figyelj, azért nyilván van egy pár dal, amit nem tudsz fejből, de évszakok, igen, mondjuk az évszakok az nekem is korál. Igen, azért, de nem. De annyira olyan szó, amit bárki is, na mindegy, jó, akkor lehet, hogy ő eltévesztette. Hali, a honfoglalás zenéje
száj sólyom szárnyán, barátom és katonatársam temetésén játszották, mindig ő jut az eszembe, üzeni Sasa. De másnál más volt, a lányom ballagásán a honfoglalás zenéje szólt, olyan megható volt, én annyit bőgtem, hogy a ballagás végére úgy néztem ki, mint egy zombi. Hűséges hallgatótok, Timi Pécsről. Akkor, Demjén Ferenc Gyertyák az én számom. Igen, az gyönyörű. És azóta is úgy emlegettem, hogy filmbe illő jelenettel lettem Demjén rajongó. 2017-ben egy lányismerősöm elhívott az Aréna koncertre. Bementünk a kocsmába, kértünk 3-3 vodkát. Ebben a pillanatban a lány kapott egy telefont, és mint a filmekben, egy perc alatt ott volt a taxi, a lány elment. Én ott álltam 6 vodkával. A vége az lett, hogy egyedül, és bennem 6 vodkával végignéztem a koncertet. A mamám előtte egy héttel halt meg, így érzelmeg is nyitott voltam Rózsira. Azóta egyedül járok minden koncertjére, ami a környékünkön van. Szép sztori ez is. Igen, akkor Bűnök nélkül a dal, nem szeretői viszony, csak tiltott egymástól minket apám, mert fiatalok voltunk, 16. Uh-huh. Szembeszálltam vele, és anyuhoz költöztem. De szép is az első szerelem, 14 hónap, 14 napig tartott. Betty. Jó sztorik, 16 évesen, tudod, van egy nagyon rossz, ez borzasztó, ez a tiltani egy másiktól. És akkor hát attól függ, milyen a másik, te azért. Oké, okay, csak maga a szitu neked, hogyha szerelmes vagy, és akkor szörnyű. Viszont van egy dal, ami meg azt érzed, hogy de ez legalább az enyém. Igen, és az a helyzet, hogy tényleg rengeteg életkép, és rengeteg sztori, és boldogság, és szomorúság, ami egyébként ilyen dalokhoz most köti a hallgatóinkat. Na jó, Józsival játszunk, szia Józsi, jó reggelt, hello! Hello, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Szia. Józsi, neked van kedvenc Demjén dalod? Hát, annyira nincs. Ne baj. De szoktam én, hát annyira nem szeretem őt, de mondjuk csak titeket hallgatlak. Jó, hát én is tudok énekelni, de mindegy. Jó, figyelj, akkor kezdjük el, mert ugye ezt ígértük, hogy játszhatsz. Itt van neked a hangcsapdás hang, figyelj! Gyermek, máshogy ne tessem észre, de ők kell, ami leszem. Vagy a hangja, ami valamit jelent, van, hogy tud úgy gondolt, mert úgy tömegben csani, vagy tért, mert de kell ér, vagy az élok randul, ha látszá, hangszakodjön, vagy is. Szívesen segítünk, ha kell. Hát figyelj, őszinte leszek, mindenképp kéne egy kis segítség, mert eddig az összeset tudtam, ezt most nem tudom. Mert hát, pont nem hallgattam ezt a részét, mert is titeket hívtalak. Színész, ennyit tudunk mondani. Nem tudom, van-e célzott kérdésed, mert ilyen nulláról indulni nehéz lesz. Tehát ezért mutatjuk meg mindig a hallgatóknak, hogy hallgassátok meg, és utána hívjatok, ha tudjátok. Én tudom, hogy verseny van a hallgatók között, hogy ki jut be a műsorba, és inkább hívsz, persze. És nem is hallgatod meg, ezt is értem, csak így nehéz lesz. Hát ez nem lesz egyszerű. Nem tudom, magyar sorozatban szokott játszani, vagy mondjuk a Szomszédokban játszott? Nem. Nem hiszem. Nem. Szinkron színész esetleg? Hát szinkron is csinál, de... Hangját lehet ismerni. Hány éves vagy? 36, akkor neked valószínűleg megvan a hangja mondjuk egy mesesorozatból. Ezt akartam mondani, én segíteni sem tudnék például. Tehát, hogy... A mesesorozattal talán egy pici segített a Laci, mégis azt mondom nulláról azért. Jó, én leállhatok. Hát, srácok, ezt lehet, hogy el fogom engedni. Nagyon sajnálom, de ezt most tényleg nem fogom tudni kitalálni. Hát nem baj, legalább beszéltünk. Nem tudom, meg lehet hallgatni még egyszer esetleg? Persze, megmutatom még egyszer. Köszönöm szépen. Hogy ne tessem észre, tömökkel, ami leszem. Vagy a hangja, ami valamit jelent, van, hogy tud úgy gondolni, mert úgy tömegben csani, vagy tért, mert de kell ér, vagy az élok randul, ha látsz, ha hangszakodjön, vagy is. De nem segített ez sem. Nem, sajnos nem. Nem, eddig mondom, az összeset tudtam. Elnézést. Semmi baj, neki elnézést. Abszolút értjük, hogy itt verseny van a műsorba jutásért, és akkor nem feltétlenül tudod hallgatni. Józsi, ez most nem jött össze, próbálkozz máskor, jó? Köszönöm, de legalább beszélgethettem vele. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Köszi, ciao, szia. Nagyon szépen köszönöm, ciao, sziasztok. Szia. Akkor egy páros bérletünk megmaradt a Gyulai Pálinka fesztiválra. Meg a Bocskor 6X-re is. Bizony. Jó, sziasztok, nekem a Peti a ház előtt dal jut eszembe, ez ugye az iskolatáska. Peti a ház előtt. Apám hozott egy lemezjátszót a 90-es évek közepén, csak az az egy bakelit lemezünk volt hozzá. És itt csak azt hallgattam, és végül anyám kiszta a kukába. És mondta, kapok más lemezeket, de ebből ennyi elég volt. Így lett Bon Jovi és Guns N' Roses. Bon Jovi és Guns N' Roses Petikéből. Szép történet. Ez szép történet. Jó, akartok még?
Még hát, ott is voltam, az iskolatáskát már kívülről fújtam, a mai napig eleven kép, hogy az akkor még élő családtagok összejöttek, én meg kis húgyos állok a szoba közepén, és sejpegve kornyikálom az iskolatáskát. Amikor meghallom valahol a dalt, ott van a körülöttem elevenen, akiket elvesztettem az évtizedek alatt, köszönöm a Bergendinek és Rózsinak. Tehát neki ez a kép, és azokkal már az elhunyt rokonok együtt igen. jutnak így eszébe. Hihetetlen milyen ereje van a zenének egyébként és a daloknak. Nagyon köszi mindenkinek az üzeneteket, tényleg. Agrárszerdázunk, és emlékeztek arra, hát ez most még vélhetően nem fog műsorra kerülni a homoktövis hasznossága, mert kérte az egyik hallgatónk, aki egy kis település önkormányzatánál dolgozik, és homoktövés termékeket állítanak elő, és szeretné, hogy népszerűsítsük a homoktövést, amit amúgy nagyon szívesen, viszont a gombákról szeretne a Vokci beszélni, hát ugye tudjuk, hogy a gombaszedés az egy veszélyes műfaj. Igen, és mostanában nagy divat a mesterséges intelligenciával megfejtetni mindenféle új irányt, és a János szerint a mesterséges intelligenciának a gombaszakértés az pont nem való. Pont annyira nem való, el fogja mondani, hogy miért nem érdemes a mesterséges intelligenciára bízni a döntést, hogy mérgező vagy nem mérgező a gomba. Talán egy kicsit túl lazán kezeli a dolgot lehet. A mesterséges? Aha. Jó étvágyat, ezt írja? Ó, de szép gombád van, egészségedre. Fiú, nem vagyok benne biztos, de írd már meg, hogy mi lett végül, mert akkor fejlődök és tanulok. Igen, nem tudom, hogy egy csiperkével kezdeném egyébként, egy bolti csiperkével, hogy megnézze a mesterséges intelligencia, mit mond rá. Ó, ez szív, de ez jó lesz. Akkor gyanús, hogy más nem mutatsz neki. Jó, hívjuk Vokcit, jön az Agrár Szerda a hírek után. 9 óra 10 perc van, jó reggel, szevasztok minden hallgatónknak. Hello, Laci. Jó reggel, sziasztok. Szia, Gyuri. Sziasztok, jó reggel. Szia, Anett, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Üzenik csak a Szignálról jut eszünkbe, hogy Muri Enikőnek ma van a születésnapja, köszöntenétek, biztos még szebb lenne a napja, köszönöm szépen. Az anyukája, anyuka drága, hát köszöntöttük már reggel, ugye így megemlítve, én most mindjárt írok neki SMS-t, és Isten éltesen még egyszer innen. Anyukája hallgatunk, csak azért mondom. Igen, boldog születésnapot neki. Igen, Enikőnek. Jó, de mindjárt írok is rá. Aztán visszatérve Demién dalokra, a Szabadság Vándorai klipben, ezt figyeljetek, ez nagyon jó, a Szabadság Vándorai klipben benne van édesapám, amint épp a Csicsolina fenekét nézi a háttérben. Édesapám már nem él, de egy mókamester volt, így azóta sűrűn nézem a klipet, hogy derüljek egy jót. De helyes. Ez tök jó. Ez milyen helyes. Örök emlék. Igen, aztán van még. Én gyerekként a Feri nyakában többször ültem. Feri, mindenmilyen Feri. A Feri nyakában többször ültem, mivel egyházban laktunk, a nagyanyám seprűvel is kergette a presszerrel együtt. Várj, míg fel kell majd a nap, nekem ez top tőle. Feri jó fej volt, ott lakott, néha nyakába vette a hallgatónkat, de a nagyanya meg elkergette seprűvel. Bárki, aki hosszú hajú presszer, nem én, mindegy is. Megint a presszer jött hozzá. Huligánok! Igen, kb. Huligánok. Sziasztok, megkérdezhetem, ki volt a hangcsapda megfejtés? Köszönöm szépen. Nem! Nem kérdezheted meg, mert megtartjuk ilyenkor a következő játékosnak, ami egyébként, vagy aki hétfőn lesz majd adásban, mivel mi holnap és holnap után nem leszünk, egy kis szabit vettünk ki, és hétfőn leszünk újra. Így lesz. Így lesz. Jó, hát akkor jöjjön az Agrárszerda. A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor. Jó reggelt, Vokci! Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok! Hello, hello! Na, nem tudom, hogy megkaptad-e a homoktövis üzenetet, mint igényt. Ha nem, akkor elmondom szívesen még egyszer. Nem, figyeltem. Jó, nem csak napközben, tehát így reggel alatt volt egy nagyon-nagyon kedves SMS. Egy hölgy írta, hogy az önkormányzatnál dolgozik egy kis településen, és ők egyébként mellékes bevételként termesztenek homoktövist, és különböző termékeket állítanak belőle elő, adják el piacokon mindent, de hát ugye az emberek nagy többsége nem ismeri még a homoktövist és annak a jótékony hatásait, hogy egyszerűen beszélnénk-e egyszer az Agrárszerdában a homoktövisről, hogy ez milyen egy fantasztikus növény. Igen, én is használom egyébként, csak hogy elmondom. Tej a formájában és kapszula formájában. El ne aludjál már, Marics Peti már elég volt. Ja. Drága Vokci. Ja, nem, csak tudod, ha szakmázunk, akkor ilyen vagyunk. Ez a szakember hangod. Gondolta, hogy ezzel komolyabb lesz a dolog. Igen. Ne jó, de nem az, igen, hogy valamikor, nem kell most beszélni róla, de valamikor, amikor jó. Gondolod, akkor egy homoktövist azért, hogy magának a növénynek nyomjunk egy nagy reklámot, hogy ők ott
az önkormányzatnál minél több homoktövises valamit el tudjanak adni. Rendben van. Köszönjük. Na. Igen. De bepróbáltak ezt már esütni mindenféle másodásban. Emlékszem, valaki bement a melyik az a, mint tudom én, énekes nagy guzzét, mi az Isten, tehetségkutató akármire, és ő ilyen homoktövises sütivel kedveskedett az az illető műsorvezetőnek, hogy hallottál már a homoktövisről? Ez volt az első kérdés. Ez egyből, tudod, lehet ott képzelni a fazonnak az arcát. Homoktövis? Ja, hogyne? Na, de hát mit csinál a hülye ember, illetve hát mit általában egy ember? Elindul az erdőben, kis kosárkában, és egy mobiltelefon a kis kosárban, ugye, és megy gombászni, ugye? Uh-huh. Hát ez a lehető legrosszabb metódus, amit tehet egy erdőben. Ugye általában az erdőben, ha tényleg hülye vagy, és nagyon városi ember vagy, ne vegyél le semmit sehonnan, és ne egyél meg, főleg ne egyél meg semmit az erdőben. Még az sem, amit vittél magadtól. Még abból is lehet probléma. Olyan romantikus az, hogy teleszedem az kosaramat ugye? Gombával, mindenkinek van egy jó receptje, igen, ja. Szóval ez... De valaki úgy meg a nagy szerelmes piknikét, hogy mobiltelefon a kosárkában is majd valamit összehozunk. A mesterséges intelligencia segítségével, ugye. Mert hát vannak ilyen applikációk, ugye, hogy szedjél gombát, ha hülye vagy hozzá, itt az applikáció, tessék, segít neked a mesterséges intelligencia, hogy jól elintézze azt, hogy te mit szedhetsz és mit tehetsz meg az erdőben, és ehhez ugye az összes információt, amit a gombáról tudunk, azt ő mind beküldi neked. De várjál, csak olvashatsz a gombáról, vagy azt a gombát, amit leszetted, be tudod beszkenneled. Beszkenneled. Igen, beszkenneled a gombát. Tehát megnézi fénykép alapján, hogy az most használható-e vagy sem, és közben ad jó tanácsokat, hogy igen, azért ez potenciálisan jó, de a tartalmaz némi méreg, de forrázással a méreg eltávolítható. Nem távolítható el a méreg forrázással, és azon kívül a mérges gombáknak általában élénk színe van. Nem igaz ez sem. Hát szóval persze, ez még a hülye is tudja, hogy nem igaz. Még ráadásul még félrevezető információk is vannak benne, és nem beszélve, hogy kép alapján, szóval egy gombaszakértő nem úgy működik, hogy beviszed a fényképet. Állj, de otthon már főzöm a gombát, de behoztam a fényképet. Szóval ő nem csinál ilyet. Tehát fénykép alapján, ugye azért ez nem elég a leírás. Tehát én is általában, amikor tudod, ezek a növényhatározók, meg mit tudom, melyek az erdőben, állati nehéz azért. Az is rutin kell, hogy megállapítsam, hogy ez tényleg most ez mezei zsúrló, vagy mocsári zsúrló. Hát jó, hát attól függ, hol szeded. Hát a mező vagy a mocsárban, én is azt gondolom. Igen, a mocsárban igen, nehéz mezei zsúrlót találni. Teknőssel is így csinál, mezei teknős, vagy mocsári teknős, attól függ, hol találom. Igen, de ez a mocsári teknős eltévedt, mit keres itt a mező, igen. De még kicsit sáros a hátam. Szóval, de mindegy. Tehát ez is fontos, hogy hol szedted a gombát, de a lényeg az, hogy ugye itt az érzékszervek azért fontosak. Tehát az, hogy egy csomó dolgot, amit a világ tud a gombákról, azt leírod, az még piszkosul nem elég. Tehát meg kell fogni azt a gombát, ugye a tapintás, akkor a szaglás, akkor egy gombaszakértő, az, nem azt mondom, hogy próbafőzést csinál, de csinál belőle ilyen spóra lenyomatokat, meg szóval van egy csomó trükkje, amit ő használ, amit a te telefonod nem tud. De ezt akartam tőled kérdezni, hogy egy gombaszakértő, ugye mindig a piacon a leghátsó részben látjuk, és akkor ott egy asztalnál ül, hogy ő milyen képzést kap? Tehát ez tényleg érdekel? Tehát, hát figyelj, nála elsősorban a képzés az egy alap, jó. De világos, de hogyha kettessel átmegy, akkor is gombaszakértő lesz? A igen, kereszt. Természetesen. Akkor lesz olyan gombaszakértő, hogy leteszed a gombákat elé, ugye, és akkor elkezdi dobálni, tudod, egyiket jobbra, másikat balra. Az a biztos. Ha jó, ha okos, akkor nem keveri össze, hogy melyiket melyik oldalra dobálta, és mit ad vissza neked. De általában azt szokták, hogy ami szargomba, ami mérgező gomba, azt egyből dobja ki, tehát azt félre dobálja általában, tehát azt nem teszi vissza az asztalra. De az, aki kettest kapott, az úgy csinálja, hogy hát sajnos ebből egy sem jó. Az a biztos. És viszi az a bargányálat. Igen. Persze, természetesen, igen. Tehát, hogy takarmánynak, igen. De általában egyébként a jók is azt mondják a gombaszakértők között, hogy ők
százalékot mondanak, érted? Tehát, tehát ők azt mondják, hogy hát 30, 40. Nem mondod. De, de, tehát, hogy megmondják, hogy körülbelül mennyire biztosak a dologban. Hát ez ugye, kész. Hát ez elég érdekes az, hogy 30, 40, 50, az már jó szám. Nézze, uram, 50% hogy ez mérgező. Igen, tehát annyi, hogy vagy meghalsz, vagy nem. Ez még mindig nem túl jó. De, de, de van, vannak olyanok, tehát, hogy például az is fontos, nekem volt egy, a Nagy Laci irodalomtanár ismerősöm, a nagy gombász volt, ő azt mondta, hogy bizonyos gombákat lehet enni bizonyos vegetációs szakaszban, amikor még nem mérgező. De vannak olyan gombák, amikor meg már mérgezők bizonyos vegetációs szakaszban, és hogy és ő hívott bennünket gombavacsorákra Turunszkival, nem, nem fogadtuk el soha. Tehát meg is halt szegény aranyszívem. Tehát, jó, mondjuk, sárkányrepülő volt, és elég vicces. Ráesett egy gombamezőre, vagy mi? Igen, ráesett egy mérgező gombamezőre. Benyelt volna. Nem. Kegyeleti okok miatt szeretném elmondani. Igen, ezt nehézkedjük el. Tulajdonképpen bekeveredett egy ilyen izébe, hadgyakorlatba, és lelőtték a sárkányrepülőt. Nem akarod elmondani. Ez amikor kegyeleti okokban nem mondja el. Ezt nem mondod komolyan. Nem akartam elmondani. Tényleg ilyen. Neked aztán van önuralmad. Igen. Darwin. Igen, így tűnök rajta. Nagyon Darwin díjas alá voltam. Minden. Előtte egy tank. Na, de komolyra fordítva a szó. Na, szóval. Nem, tehát ez is fontos, igen, hogy milyen vegetációs időszakban szeded a gombát. Másrészt viszont még a gombaszakértő elmondta nekem azt is annak idén. Bocs, mi mindig ezen a gyakorlaton örülünk. Gombaszakértő sárkány repülő balesetei. Na de vissza a veszélyes gombákhoz. Igen, gomba, gomba. Igen, gomboljuk vissza, jó. Szóval. Tehát az sem mindegy, hogy a gomba milyen állapotban, hogy honnan szedted, milyen állapotban van, mert még tartalmazhat a gomba elég más dolgokat is, például külön penész gombát is tartalmazhat, vagy mérgező rovarok lárváit, vagy egyéb olyan hülyeséget, ami esetleg egy ehető gombánál is kellemetlen lehet. Ezért én nem nagyon javaslom amatőröknek az, hogy erdőben gombát szedjenek. Tehát tényleg azért ahhoz elég hülyének kell lenni, hogy nem értek a gombákhoz, és akkor meglátom az erdőbe, és összeszedem. Az a nagy baj, hogy én voltam, nagyon rég volt egy ilyen erdei házban barát, egy ilyen családbarát környezetben, akik ugye ott vannak rendszeresen, és akkor elindult az anyuka, hogy ő szed gombát az erdőben. És na, akkor erre én is ugye hát nyilván felköd, hogy haló, hát azért értesz hozzá, van vizsgád belőle? És mondta, hogy nem, ő csak olyan gombát szed, egy fajtát, amit ismer. Uh-huh. És akkor ezzel nyugtatott meg, hogy oké, egyfajta azt tudja, hogy ismeri, a többihez nem nyúl. Uh-huh. És abból aztán megcsinálta a pörköltet, vagy nem tudom micsodát, és hát megettem, de éreztem azt a nyomást, hogy basszus, egy amatőr szed gombát az erdőben, és azt fogom megenni. Akkor mit csinálsz? Indámmal. Megettem, igen. Hát a következő, a helyzet, hogy csak hogy tudd, hogy van egy csomó gomba, ami piszkosul hasonlít egymásra, és az egyik az nagyon mérgező, a másik meg egyáltalán. Így van, hát ez a fő tehát baj. És egy is elég, érted? Na most az, hogy ő azonos helyről szedi, meg ismeri, meg már többször főzött belőle, ez azért ez biztató. Tehát, én ő is. Jó, az rendben van, de tudod, ez egyszer következik be, egy ilyen gombamérgezés, aminek persze vannak fokozatai, azt el kell mondjam, hogy de bocsáss meg, olyan, de az a gomba, amely ehető gomba is, annak van egy testvére, amely tényleg igen, kísértetiesen hasonlít rá, így van, az meg mérgező gomba. Ezek kapcsolatban vannak? Tehát ezek a gombák ezek ismerik egymást? Ezek egy tőről fakadnak? Tehát, hogy van valami izé, tehát, hogy miért utánozza az egyik a másikat? Ezt akarom kérdezni. Ez semmi, ez Isten nagy játéka, evolúciós játék. Ja, értem. Tehát ez olyan, mint gyakorlatilag mondjuk a jugoszláv háborúban az aknák. Tehát ez a végigyalogolsz a mezőn, csak nem biztos, hogy végérsz. Hát igen, tehát nem mindegy, hova lépsz. Igen. Ez csak Jézus tudja a vizen. Na, a lényeg az, hogy igen, ez a probléma,
hogy nagy a hasonlóság ezek között, és általában. De azt azért el kell mondani, hogy vegetációs szempontból ezek tehát, nem egyszerre érnek be, meg nem biztos, hogy azonos a, az élő helyük, de van, amikor piszkosú keverednek, tehát olyan izét kavalkád van, hogy tényleg ember legyen a talpán, aki ott rendet tud tenni az erdőben. De én nem, ezzel nem próbálkoznék. Tehát ha ilyen van, tehát idegen társaság vagy, és akkor hú, nagy gombafőzés, én nem vagyok nagyon bizakodó. Tehát sok amatőr ismerősöm van ilyen szempontból, akik azt hiszik, hogy hát ilyenkor jó a kutya-macska teszt, ugye. Egy állatok először ugyanúgy etessük velük, és akkor csak akkor még mindig megvan, tudod, az a vicces izé jelenet, hogy berohan a izé, ez valamelyik rokon, hogy megdöglött a izé a kutya, és atya úristen, aztán kiderült, hogy a kamion csapta el az úton, tehát érdemes megvárni a mondat más. Hasonló, mint a gombamérgezés. Igen. Tehát mondom, ennek is vannak fokozatai, tehát a gombamérgezésnek természetesen nem mint halálos, de tehát 9 fokozata van egy gombamérgezésnek, lehet, hogy egy párat ismertek is belőle. Az elején az enyhébb fokozat, tudod, olyan gyomorrontáshoz hasonlít, aztán nyálfolyás, remegés, izzadás, görcsök, aztán van a delírió. Ugye vannak ehető, mérgező, meg a vicces gombák, ugye, tehát ezekről beszélünk most itt. És az Hollandia, csak, a vicces gomba. Igen. Igen. Abból nem főzünk. Nem. Az hülye lenne pörköltet csinálni. Na nézzük. Azt mondja, hogy aztán van ez a delirium is, ugye állapot, amikor olyan részegséghez hasonlít, aztán jönnek a hasi görcsök, aztán a rettenetesen szapor a szívverés, aztán vérnyomás emelkedés. Aztán jönnek a halucinációk, vizionálás, akármi esetleg, hasmenés, a hányás, aztán utána ez a sorrend, amit mondasz? Vagy... Igen, sorrend. Ezek a fokozatok. Tehát először látok színes dolgokat, és halucinálok, igen, meg sárkányokat, és utána igen, hasmenés. Jó. De lehet, hogy ott vége van a halucinációnak, és az után nem jön semmi. Csak mondom, a fokozatokat mondom, hogy esetleg mik lehetnek még, és akkor már nagy gázok vannak. Tehát a sárgaság tünetek, aztán a vese elégtelenség, ugye májleállás, funkciók leállás. Ez már halál, ez mint halál. Az már kész, igen, és hát vannak a kezelhetetlenek, ugye ilyen a gyilkos galóca például, amire az ég adta világon semmi nem jó. Aztán ugye egy-két órán belül még érdemes hánytatni az illetőt. Tehát egy jó gombapör is összejövetelni. Nálatok, hogyha rosszul sült volna el, akkor egymás szájában nyúlkátok ököllel, és megy a közös hányás. Esetleg nincs semmi olyan izéjét, nem találtuk, hogy valamelyik ital jó rá, ami egyet, mint a Red Bull, vagy valami, tehát, hogy valami, ami semlegesíti jó erős 12 éves viszki, az utolsó pillanatokat megszépítheted. Nincs semmi ilyen, ami semlegesíti? Neocitrán, mit tudom én? Nagyon rossz pálinka, amitől behájsz és befosol, azok még segítenek. Szóval tényleg ilyenkor a hánytat az első körben az tök jó, aztán aktív szén, hát nem nagyon szó, hát általában egy rendes háztartásban van ilyen, egyébként a kórházban is aktív szén oldatával kezelnek téged, aztán próbálkoznak még penicillinnel, Mária tövis, kúra is van, kezelés is van, és a legvégén ugye a dialízis, amikor teljes átmosás, vérátmosás, stb. Szóval... és hát, hát bizony a vége az nem túl vicces, jaja. Szóval ezt azért beszélünk ilyen régóta erről, mert hogy nincs sok időnk nagyon már, mert a mesterséges intelligencia akkor ebben nem tud segíteni. Ebben nem. Ebben piszkosul meg. A fentségű tényleg. De kiderült, tehát vannak, érkeztek panaszok a mesterséges intelligencia? Igen. Igen. Sírfeliratok és ízzék. Ja, igen. Tehát annak panaszok. Igen. Kedves mesterséges intelligencia, tegnap még anyu írt a gombával kapcsolatban. Hát igen. Ja. Szóval igen, pontosan ezért került ez most elő, mert egyre gyakoribb azért a gombászok, mert elindulnak a kis okos telefonjukkal gombát szedni. Nem ajánlom, tehát tényleg nem. Még a növényhatározó is gáz, de az, hogy még tényleg nem te nézegeted, hanem ő nézeget, és esetleg tudod, minél olcsóbb az applikáció, annál nagyobb a rizikó ilyenkor, hogy tévedjen az illető szakértő. Na, szóval
Én gombát tényleg csak olyat veszek, amit a pincében termesztenek. Ott azért elég... Hát ezek után most már én is, de hát nézd, az alapgombák, amiket mi itthon eszünk, hogy a laska meg a csiperke, ezzel nincs is gond. De például vargányát azt hiszem, hogy nem nagyon termesztenek pincében, nem? Tehát az nagyon-nagyon erdei gomba. Az nekem is, igen, az ismerősöm, ez mind izét, van egy tuti helyünk, gyere. Igen, igen. Nem megyek, Isten ments. De hát ők élnek, és vidámak, és viháncolnak, tényleg semmi bajuk nincsen, és ráadásul az a baj, hogy azok a gombák viszont, amiből az, ők csináltak, és abból ettem, azok valami rettenetesen finomak, tehát olyan intenzív. Igen, hát az erdei gombák is, eleve nagyon-nagyon intenzív, az valami, finomak. Az valami csoda, és hát igen, hát a csiperkével meg ezekkel, ugye hát ott azért kell, hogy is mondjam, trükközni, hogy valami gomba íz kijöjjön belőle. Ez így van. De én imádom, sajnálom rettenetesen, minden formában szeretem. Én is nagyon. És hát... Vokcikem. Mondom, soha ne csináljátok azt, hogy ismeretlen helyről vagy erdőben szedtek ilyesmit. Nem éri meg. Ez egy negyed órás jó tanács volt. Ne szedjetek gombát. Hát igen. Ne szedjetek gombát telefonnal. Ne azzal vágjátok ki tönköst. Illetve a sárkány repülőzéssel is óvatosan. Igen. Nézni mindig a NATO-nak a honlapját. Ez az. Így van. Nagyon Vokcika, nagyon köszönjük. Akkor hétfőn találkozunk legközelebb, csak tud. Igen, tudom. Jó, oké. Köszönjük szépen, és csőkutya. Csőkutya, sziasztok. Szia. Nem baj, azért el kellett mondani. Óriási divat, hogy most kitalálják, hogy gyerünk családdal erdőbe gombát szedni. Mondom, ez a, és én több, most nem csak az én saját tapasztalatom, több ilyen helyzetről hallottam, hogy azt mondták, hogy én tudom, nem csak két fajtát szedek, de azt tudom. De jó. Azt tudom. És hát a fene tudja, aztán lehet, hogy nincs mérgező párja. Tehát bocs, szerintem ez nem udvariatlanság egy ilyen helyzetben. Azt mondjuk, oké, én nem eszem belőle. Simán. Igazad van, hogy most miért, nem udvariatlanság. Katikám, bántódjál meg, féltem a szaros életemet. Ez van. Nem bízom benned, ne arra úgy. És a Katika elterül, mert ő evett belőle a sajátjából, és elterül, és már így fennakad a szeme, és ilyen vizenyőssé válik. Sokat, hogy megmondtam, Kati. Akkor fölé hajolsz, és mit mondasz? Aztán megmondtam. Neki, Katika, elmondanám, hogy mi volt a probléma, de már látom, hogy nem is hallod, amit mondok. És a Katika azt mondja, erre te mit csinálnál? Egy párnával megfojtanád, vagy... Fájon át lélegeztetnéd. Lélegeztetnéd. Hívnád a mentőket, vagy azért, hogy az igazad még hangsúlyosabb legyen, hagynád? Hívnám a mentőket 112, hogy kijöjjenek, és hivatalos papír legyen arról, hogy igazam volt. Jövünk a mai nap legjobb pillanataival. Mm. Hát ez egyébként írják is, hogy nagyon jó a műsor. Lehetne még egyszer leadni a Marics Peti számát? Mert nagyon jó. Köszi, Edith. Hát ez most egy jó kérdés. Nem tudom, hogy most el, vagy hétfőn majd? Hát szerintem hétfőn bírja ki minden, jó? Hétfőn lenyomjuk, de ezzel kapcsolatban volt egy beszélgetésünk a Petivel. Hát igen, hogy miért van ez a szám, meg mi van ezzel a számmal, mert hogy készül Demjén Ferenc dalaira építve egy romantikus vígjáték, amiben a Balatonnál játszódik, és az egyik dalt énekli Marics Peti, és még játszik is a filmben. És 10 óra lesz 5 perc múlva, a gyerekek, nekünk ugye hosszú hétvége, hiszen holnaptól nem leszünk, tehát csütörtök péntek nem, viszont hétfőn újra. Igen, nem hosszú idő, csak egy picit felfrissülünk most így egy a nagy kalandok előtt. Igen, igen. Gombasztori rengeteg jött, de még halálos kimenetelő és családon belül, tehát hogy nagyon oda kell. Nem, egyáltalán nem. Gombát szedtünk búvár zsebkönyv segítségével, mikor katonák voltunk. Meg is csináltuk a körlebben Villany Rezsőn tojással, vagy Rezsón tojással. Szerintem baromi mákom van, hogy még itt vagyok. De szerintünk is. Igen. Búvár zsebkönyve. Ott az nézzük. Igen. Hát, ráadásul nem is fotók voltak ott, hanem festett gombák voltak. Rajz, festettünk. Sziasztok, ami nagyon fontos, hogy azt a néhány teljesen halálos gombafajt kell ismerni. Ráadásul például a mérges pókháros gomba lappangási ideje 2-17 nap is lehet. És a vége lehet halál. A többi többnyire max 6-24 óra. Papsapka és susulykák. No meg fehér gyilkos hegyes kalapú galócák. Ezeket kerüld, Lackó Diósd. Köszi, Lackó! Köszi. Ennyivel már szerintem megleszünk. Csak a bátrak utaznak Zambiába inni, hatalmas üzenet a Zambiáról.
És jó pihenés, és Bocskor, ti ma is tanultunk valamit, sárkányrepülőzés előtt nézd meg a NATO honlapját. Hétfőn attól a 8 nagykozári fuvaros. Ez lesz, láttuk, piros, gyönyörű, szép, világos kék kardigánban, amely ugye optimizmus sugal. Igen, sokkal vidámabb, mint ez az időjárás most kint, úgyhogy hozza a napsütést. Így van, hozza a napsütést nektek, és akkor mindenkinek maradjatok velünk, tudjátok, Best of-ot mindig jobb hallgatni, mint a negyedik emeletet, ez egy örök mondás. Persze, Atti az eszenciát fogja hozni itt az elmúlt hónapokból, úgyhogy ő most azért is nincs itt, mert sír a nevetéstől. Mert hogy már készíti elő nektek a holnap után itt. Így van. Eszenciában van most. És akkor jó hétvégét, és akkor találkozunk hétfő reggel, 6:08. Viszlát!